Koszorúzás, ünnepi műsor, kiállítás. Az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékeznek Kispesten. Átadták a Kispest Sporthelyért díjakat, hárman kaptak elismerést a sport, a diáksport területén végzett kiemelkedő munkáért. Együttműködési megállapodást kötött a kerületi rendőrség és bíróság, az áldozat segítésben, a bűnmegelőzésben támogatják egymás munkáját ezután is. Jó napot kívánok, Hegedűs Judit vagyok, Önök a Kispest TV heti hírműsorát látják, jönnek a részletek. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére tartott koszorúzást az 56-osok terén és megemlékezést a templomtéri kopjafánál Kispest önkormányzata. Ezt követően ünnepi műsort rendeztek a KMO-ban. Az ünnepi beszédek és az 56-os emlékplakettek átadása után díszelőadást tartottak a hősök tiszteletére. Az 56-osok terén található emlékműnél vette kezdetét a Kispesti önkormányzat ünnepi megemlékezése, amelyet az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából tartottak. A himnusz közös eléneklése után Palánki István, a kispesti harcokban részt vett forradalmár, korábbi önkormányzati képviselő tartott beszédet. Kiemelte, külön öröm számára, hogy most ezen a helyen tarthatnak megemlékezést, hiszen 26 évvel ezelőtt Budapesten elsőként Kispesten avattak 56-osok terét és emlékművet. Szót ejtett a forradalom következményeiről, a kivándorolt vagy a megtorlások során elítélt, kivégzett vagy bebörtönzött bajtársakról. Elmondta, hogy 1956 legfontosabb szavai a becsület és a haza voltak. Ennek szellemében küzdött minden forradalmár a magyar szabadságért. Önöret pátria, azaz becsület és haza. Ez a francia becsületrend tagjainak a jelszava, amit nagyon kevesen ismernek, 56-osok sem. De mégis egyetlen olyan 56-os sem ismertem, aki nem e szerint élte volna az egész életét. Mindig a becsület és a haza vezérelte őket, bennünket. A beszédet egy rövid ünnepi műsor követte, a Teatrum Hungaricum művészeinek előadásában. Az előadás után az önkormányzat vezetői, majd a pártok kerületi szervezetei, valamint az egyházak, hivatalos és civil szervezetek képviselői helyezték el az 56-os szobornál az emlékezés koszorúit. Az ünneplő tömeg ezután átvonult a templomtéri 56-os kopjafához, ahol néma főhajtás kíséretében virágokat helyeztek el az emlékműnél. Az események a KMO művelődési ház nagy termében folytatódtak, ahol Gajda Péter köszöntötte a megjelenteket. A polgármester elmondta, 1956 eszméje fontos tanulságokkal bír a ma embereinek számára is. Ilyenkor mindig elgondolkodik az ember, így én magam is, hogy vajon egy ilyen forradalom mit üzen nekünk. Nekem személy szerint talán azt, hogy semmi sem tart örökké. Hogy a magyarok szabadságszeretete, hogy a mi szabadság iránti vágyunk, a demokráciába vetett hitünk, az, hogy utáljuk a diktátorokat és a diktatúrát, az mindig azt eredményezi és eredményezheti, hogy előbb-utóbb szabadon, szabadságban élhetünk. A ma Magyarországának, most, amikor szabadságban és demokráciában élhetünk, egy nagyon fontos dolga van, hogy emlékezzünk erre, hogy semmi sem tart örökké, semmilyen diktatúra nem tart örökké. És még egy nagyon fontos dolgunk van, azt mondom, hogy itt és most is, hogy megköszönjük azoknak a forradalmároknak, azoknak a hősöknek, akik azt gondolom, hogy akkor nem is voltak biztosak benne, hogy ők forradalmárok vagy hősök, csak tették azt, ami akkor is ott a dolguk volt, és most megköszönjük nekik, hogy mi most itt ebben az országban szabadon élhetünk.
A köszöntés után Jókai Anna Kossuth nagydíjas és József Attila díjas író és költőnő a Nemzetművésze tartott beszédet. Az írónő személyesen élte át az 1956-os eseményeket, így saját emlékeiből idézett fel néhány mozzanatot. Elmondta, a diktatúra, a romlott és ravasz elnyomó hatalom mindig osztályozza az embereket, pedig az igazi érték sohasem egy faj vagy egy osztály mentén fedezhető fel, hanem maga az egyén, az ember képviseli azt. A szabadság, egyenlőség, testvériség régi eszmény mellett pedig nagyon fontos a helyes és egészséges magyarság tudat, amely talán 56 legnagyobb tanulsága. Szabadon magunk dönthessünk a saját sorsunkról. Az ember végig tekintett ezen a keserves, bőjönséges magyar történelmen, és ha belegondoltuk, hogy mi minden történt itt nálunk, hogy hányszor és hányféleképpen alázták meg ezt a nemzetet, hogy először úgy szoktam nevezni, hogy ez a bizonyos gonosz angyal, az hol a jobb szárnyával, hol a bal szárnyával verte végig az emberiséget, hol fajta szerint próbálta az embereket pusztítani és válogatni, hol pedig osztály szerint. Az emberi érték maga az egyén, a moralitás sokat nem számított. Ez volt az a kétfajta diktatúra, amelyik a maga módján mind a kettő veszedelmes volt. És amikor végül nagy keservesen megérhetünk volna valamit, amiben példamutatóan járt elő Magyarország, akkor szinte világossá vált mindenki előtt, hogy azzal a túlerővel szemben, azzal a környezettel szemben nem tudunk mi mit csinálni magyarok, ahhoz valóban tényleg kevesen vagyunk. De példaértékű volt, amit akkor Magyarország csinált. Igen, valamilyen módon sikerült akkor megvalósítani, hogy úgy néztek ránk, mint kicsiségében is egy büszke, és bátor nemzet. Higgyék el nekem, a forradalom tulajdonképpen senkinek nem jó, mert könnyek is vannak benne, vér van benne, áldozatok vannak benne, nem jó, de néha szükségszerű azért, hogy fölrázza a világot. Nekem az fáj, hogy sokan még a magyarságot is összetéveszik. Azt gondolják, hogy az, hogyha az ember szereti a hazáját, ha azt gondolja, hogy nem véletlenül született magyarnak, így kapta meg a feladatát a teremtésben, akkor az egy ózsdi dolog, az egy elakult dolog, az egy konzervatív dolog. És valamiféle olyan világot képzelnek, ebben nincs helye, hogy az ember egy nemzethez tartozik. Én ebben nem értem ezt, ebben nem tudok beleilleszkedni, mert amíg a történelem, és úgy mondjam, az isteni terv is a történelemben, nemzetekben zajlik, addig minden nemzetnek megvan a maga hivatása. Nekünk magyaroknak is megvan. 56 ezt üzeni, hogy igen, szerettünk volna a magyarságunkat kiélni, nem függeni másoktól is, a sorsunkról intézkedni. A bárány történetünket beírta már a könyvbe. Pecséttel lezárta, kereszttel jelölte. Törölhetetlen onnan mindörökre. Erre csörög Euró, vagy a lyukas magyaró. Új játszmában ember magyar, végre terígy a fogó. Soha többet, menjen följebb egy kicsit a lelkünk, szurszunkor. Föl a 49-es golyótépe zászlóknak a püstös magasába, 56 lyukas zászlójának a magasába, és kívánjuk tiszta szívből mi itt élő harmadik évezetben nehéz sorsú magyarok, hogy soha többet ezen a lyukas zászlón ne kulmasson át semmiféle termesztő november 4-i szél. Valóban éljen a szabadság vágya, ne éljen az anarchia, éljen a türelem, de ne éljen a bambaság. Találjuk meg azt az arányt, amivel ezt az életet méltó emberhez leérni. Mert úgy élni könnyű, hogy a sírfeliratunkra azt írják, mint nagyon sok sajnos embertársunk sírfeliratára. Ettem, ittam, robotoltam, élveztem, fölfordultam. Csak hogy, drága barátaim, ez egy ökörnek a sírfelirata. Minket embernek fölött az Isten, és ahogy Arany Ágos mondta, akinek egy bizonyos halálévfordulójáról emlékeztünk, hogy embernek lenni mindig, minden körülményben, ez a legfőbb célunk. Köszönet 56 hőseinek, a hallgató embereknek is, akik cipelték a terhet, és köszönet mindenkinek, aki megérti, hogy vagy olajág fog a föld felett megjelenni, vagy elpusztul az emberiség.
Ezt követően kiosztották a forradalom 60. évfordulója alkalmából a kispesti, valamint Kispesten élő 56-osoknak az önkormányzat emlékplakettjeit. Elismerésben részesült Apró József, Csabai Ernő, Égi Pál, Karácsony Ernő, Nagy Mihály, Palánki István, Csukás Irén, valamint Jancsovics János. Az 56-os szövetség 19. kerületi szervezete nevében pedig Égi Pál elnök adott át emlékérmet Karácsony Ernőnek, Csabai Ernőnek, Apró Józsefnek, valamint a 60. évforduló kapcsán elvégzett munkájuk elismeréseképpen az önkormányzat tisztségviselői közül Vincek György alpolgármesternek és Kaposi Györgynek, a polgármesteri kabinetiroda vezetőjének. Az eseményt az Októberi Tavasz című, a Hősök előtt tisztelgő ünnepi előadás zárta. A kispesti temetőben megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. A kispesti temetőben megtartott ünnepségen a himnusz eléneklése után egy perces főhajtással emlékeztek az 56-os forradalomban elesettekre és kivégzettekre. Az eseményen a kispesti 56-osok nevében beszédet mondott Palánki István, illetve Szalai Róbert történész. Porovszki Istvánni a Magyar mi atyánk című verset adta elő a hallgatóságnak. Gyetmán Gábor plébános is beszédet mondott a szabadságharcosok emlékére. Felhők vannak még bőven, mint ahogyan ma is itt, de előbb-utóbb kitisztul, és ragyogni fog az ég. Imádkozzunk most elhunytjainkért. Mindenható örök Isten, alázattal borulunk szent fölséged elé, hogy a harcszereken elesett hős testvéreinkért könyörögjünk. Te láttad küzdelmüket, aggodalmukat, szenvedésüket és vérük hullását. Irgalmaz nekik, és adj megnyugvást az örök békesség honában. Kegyelmedbe ajánljuk őket, Urunk Istenünk, ismerd el őket magadénak, ne emlékezz vétkeikre, melyeket a meggondolatlanság zavarában vagy rossz kívánságok hevületében követtek el. Örvendeztesd meg minnyájukat szent színed látásával. Az ünnepség végén a megjelentek elhelyezték a kegyelet virágait és koszorúit az 56-as hősök kopja fájánál. Az önkormányzat nevében Vincek György alpolgármester és Kaposi György irodavezető rótta le tiszteletét a hősök előtt. Idén Maróti-né Ránkóczi Zsuzsanna, Tormási-né Najvirt Anikó és Jobbágy István kapta az önkormányzat által 2009-ben alapított Kispest sportjáért díjat, melyet minden évben azoknak ítélnek oda, akik kiemelkedő munkát végeznek a sport, a diáksport területén, a testnevelés és a testkultúra népszerűsítésében, ezek szervezésében, fejlesztésében és támogatásában. A díj megalapítása óta sok-sok híres és kiváló sportoló mellett számtalan olyan tanár, sportszakember kapott már elismerést, akik megtanították a kispesti gyerekeket a sport és a mozgás szeretetére, és arra, hogy miként maradhatnak egészségesek, mondta köszöntőjében Gajda Péter. A polgármester kiemelte, az önkormányzat saját erejéből igyekszik minél több lehetőséget biztosítani a tömegsportra, az ingyenes sportolási lehetőségek megteremtésére. Ingyenes sportolási lehetőségeket teremtettünk, számtalan versenyt támogattunk, csapatokat szponzoráltunk és szponzorálunk jelenleg is, és megpróbálunk majd a következő években is olyan elsősorban ingyenes sportolásra és mozgásra alkalmas cintereket kispestiek számára biztosítani, ahol ezt a célt közösen elérhetjük. A díjakat Gajda Péter Szújkó Szilviával, a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság elnökével közösen adta át. Elismerést vehetett át Maróti-né Ránkóczi Zsuzsanna, a Kispesti Pannónia Általános Iskola testnevelő tanára, aki 1981 óta tanít az iskolában, 5 évig a kerületi testnevelési munkaközösség vezetője volt. Az országos diákolimpiákon elért kimagasló eredmények miatt több ízben kapott az iskola jutalmat a Magyar Diáksport Szövetségtől, és több nagy úszó tehetség indulásához is hozzájárult. Azt mondta, a jó iskolai sporthoz támogató közösségre, kollégákra van szükség, személyes varázsra és sok megértésre. Én 33 éve tanítok a Pannónia iskolában, előtte ugye 6 évig más felé tanítottam, hogy a gyerekek alapvetően szeretnek mozogni. Nem mondom, hogy mindenki egyformán, nem mondom, hogy nincs egy-két lustácska köztük, de
de én a többségben a gyereknek a lételeme a mozgás. És ha ezt az ember megfelelően irányítja, akkor a későbbiekben tud nekik olyan élményt nyújtani, lehet, hogy nem lesznek élsportolók, de ahogy itt ezeket a gyerekeket is láttuk, azt az örömet az arcukon, ahogy ők táncoltak, ez is ugye a sportnak egy formája. Tehát teljesen mindegy, hogy mit találja meg a mozgásba az örömét, ez a lényeg szerintem. Kispest sportjáért díjat kapott Tormásiné Naivért Anikó, a Mustang Sportegyesület elnöke, művészeti vezetője, aki 1995 óta foglalkozik Kispesten a sporttánc, ezen belül az akrobatikus rock'n'roll oktatásával. 2003-ban alakította meg az egyesületet, azóta minden évben dobogón állt valamelyik párosa vagy formációja a világkupák, világbajnokságok, Európa-bajnokságok versenyein. A legfontosabbnak ő is azt tartja, hogy a gyerekek szeressék a mozgást és találják meg a nekik megfelelő sportot. Ez a sporttánc, vagy nevezhetjük úgy is, hogy táncsport. Ez most tényleg nagyon divatos a gyerekek körében, mert a zene az, ami nagyon-nagyon inspirálja őket, motiválja őket, nagyon szeretnek ugye zenére táncolni, és hát ugye maga a mozgásnak ez a dinamikai része, amit nagyon-nagyon könnyebb elsajátítani, mondjuk egy klasszikus balettet, ezt így merem állítani, de viszont azt hozzá kell tennem, hogy már a versenyzőknek ugyanúgy van további kiegészítő mozgásuk, mint például a klasszikus balett, vagy a modern tánc, hogy a mozgáskultúrájuk minél fejlettebb legyen, és így minél nagyobb eredményeket tudjunk ezzel elérni. Elismerést vehetett át Jobbágy István, a Kispesti Atlétikai Klub elnöke, testnevelő tanár, judó szakedző, aki 1990 óta vesz részt a kerület sportéletében. Kezdetben sporttanácsnokként, majd 1993 óta KAC ügyvezető elnökeként, később elnökeként tevékenykedett. A KAC judó szakosztályának vezetőedzőjeként tanítványai világkupán, országos bajnokságon érmes helyezéseket, az országos diákolimpián aranyérmeket szereztek. Örül annak, hogy egyre többen választják ezt a sportágat, és egyre többen maradnak meg a judónál. Minél kisebb a gyerek, annál több múlik igazából a szülőkön, a szülők együttműködésén, a szülők ösztönző hatásán a gyerekre nézve, hogy különösen az elején mennyire maradnak meg a sportágba. Tehát most durva hasonlattal az elején körülbelül 99% múlik a szülőn és 1% a gyereken, hogyha most egy óvodásról beszélünk, ha meg egy nyolcadikosról, akkor már körülbelül ez az arány az fordított lesz. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, hogy minél előbb kezdjenek el sportolni. Nyilván sportáganként változó, hogy melyik sportágat milyen korban érdemes elkezdeni. A küzdősportok közül a judót azt viszonylag hamar lehet, tehát óvodáskorban már érdemes. Viszont azt tudni kell, és azt meg lehet figyelni, hogy aki általános iskola végéig nem kezd el valamilyen sportágat, az utána már a középiskolás éveibe ilyen szempontból többnyire reménytelen lesz. Az ünnepségen a kispesti Be Cool Dance Team sportegyesület növendékei léptek fel. Új sporteszközökkel bővült a Kispesti Gábor Áron általános iskola eszköztára. Az iskola tornatermében a kispestesével szoros együttműködésben évek óta működik az asztali tenisz utánpótlás képzés. Az utóbbi néhány évben már tanórai keretek között is gyakorolhatták a sportágat a gyerekek. A szakosztály ezúttal az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkárságának a Sport legyen a tiéd elnevezésű programja keretében mintegy 1,5 millió forint értékben juthatott új felszerelésekhez, versenyasztalokhoz, ütőkhöz, labdákhoz és egy a versenyekre való profi felkészüléshez elengedhetetlen adogatógéphez. A program célja, hogy a sport sikeresen beépüljön a gyerekek mindennapjaiba, így idén 13 sportági szakszövetség mintegy 1100 intézménye kapott sportág specifikus eszközöket. A bemutatóval egybekötött ünnepélyes átadóról részletesen beszámolunk jövő heti adásunkban. Együttműködésről szóló megállapodást kötött a 18.-19. kerületi bíróság a Kispesti és a 18. kerületi rendőrkapitánysággal. A felek a már évek óta tartó közös munkának adtak hivatalos keretet a dokumentummal. A BRFK-n belül ez a két kapitányság írt alá először megállapodást a helyi bírósággal. A bíróság évek óta tart megbeszéléseket, szakmai konzultációkat, közös rendezvényeket mindkét kapitánysággal, és az eddigi közös munka érlelte meg az elhatározást, hogy hivatalossá váljon az együttműködés. A kerületi kapitányság vezetője Plánk Robert ezredes szerint az együttműködés már eddig is pozitívan hatott a szakmai munkára, és a továbbiakban is fontos lesz a felek számára, hiszen közösen még többet tudnak tenni a munka eredményességéért, a tájékoztatásért.
A megkötött együttműködési megállapodást tulajdonképpen egy keretet ad a már korábbi évek során kialakult együttműködésünknek a kerületi bírósággal. Formai keretei között végezzük ezt az együttműködést, amely egyrészt szakmai együttműködés, tehát a büntetőügyekben alkalmazott jogszabályoknak a megfelelő értelmezése, hiszen a mi munkánk erősen kötődik a bírósági joggyakorlathoz. Nem tudunk enélkül megfelelő eljárásokat folytatni, hiszen a büntetőeljárások célja az, hogy a bíróságon szülessen az ügyben ítélet. Együttműködést folytatunk azoknál a kerületi lakossági programokban is, amelyeknél mindannyian részt veszünk. Tehát a bűnmegelőzés, a kerületi rendezvények, események, gondolok itt a vekerlei napokra, amelyeken közösen szoktunk a bírósággal megjelenni, pont azért, hogy részletes tájékoztást tudjunk adni az igazságszolgáltatással kapcsolatos tevékenységről. Egyfajta betekintést tudunk nyújtani így a bíróságon, a rendőrségen folyó munkába. Ezt nagyon fontosnak gondoljuk, hiszen így mindenki kellő információhoz tud jutni ennek a területnek a megismerése kapcsán. A kerületi bíróság elnöke kiemelte, hogy az együttműködéssel több eddigi párhuzamosság is megszüntethető lesz. A szakmai rész arról szól, ugye, hogy egy adott büntetőügynek, egy adott állampolgári problémának van egy eleje, ami a rendőrségen indul, és hát sokszor van egy vége, ami az bíróságon végződik, és itt számtalan szakmai kérdés merülhet fel, ami lehet vitás, vitatott, szakmai kérdésekről beszélek, és nem árt, ha ebbe a szakmai általános kérdésekben van egyeztetés, konzultálás. Ez az egyik rész. A másik része az, hogy a rendőrségnek van egy nagy átfogó programa, az ÁSZER, ez az áldozatvédelemről szól, civil összefogás, számtalan szervezet benne van, így köztük a bíróság is, és a bíróságnak 2012 óta vannak különböző programjai, amit az ország Bírósági Hivatal elnöke dr. Handolt minden meghirdetett, az egyik például az áldozatsegítés. Tehát itt megint van egy párhuzamos terület, amiben az együttműködést meg tudjuk valósítani, lakossági fórumok, közbiztonsági napok, immáron bírósági részvétellel. Ezen kívül ugye van még a tanúgondozás, ez is mind a két szervnek programja, ebbe is együttműködünk, és a harmadik nagy rész pedig a fiatalok, a megelőzés, az áldozattá válás megelőzése, a fiatalok ismereteinek tágítása a rendőrségről, bíróságról. Az áldozatsegítéssel kapcsolatos összefogásban a kerület több intézménye és civil szervezetek is részt vesznek, és ez segíti azt a kapcsolati rendszert, amellyel szükség esetén felgyorsul a támogatást jelentő információáramlás. A megváltozott időjárás, a hatalmas nyári záporok és az őszi tartós esők jelentősen próbára teszik a csatornahálózatot. Az önkormányzat feladata a rendszer karbantartása és a csapadékvíz elvezetése, de sok mindenben van dolga és felelőssége az ingatlan tulajdonosoknak is annak érdekében, hogy ne álljanak hatalmas tócsák napokig az utcákon. Idén nyáron is több olyan vihar és hirtelen esőzés volt Kispesten, amelyek miatt hatalmas tócsák alakultak ki az utakon, mert a vízzel vezető rendszer nem volt képes megbirkózni a nagy mennyiségű csapadékkal. Ősszel is előfordulhat olyan hirtelen zápor, zivatar vagy tartós eső, amiknek következtében megtelnek a csatornák. A folyamatosan változékony időjárás, az egyre hevesebb esőzések növelik a problémát, amely a kerületben egyébként területrészenként változó. A csapadék víz elvezetéssel kapcsolatos feladat az a helyi önkormányzatoké, tehát így Kispest önkormányzatának is van ebben kötelező feladata. Nehéz helyzetben vagyunk akkor, amikor egyesített rendszerű csatornavezeték fut az adott utcában. Ez azt jelenti, hogy a szennyvíz csatorna hálózattal közösen van bekötve a csapadék víz, az esővíz elvezetésnek a rendszere is. Sajnos ezek azok a elavult szakmai megoldások, amelyekben maga a közmű hálózat a főváros önkormányzatának tulajdonában lévő csatornázási művek a felelős, tehát itt az FCM-mel való együttműködésre vagyunk kényszerítve. Ahol ez nem áll fönn és elkülönített rendszerről beszélünk, ott tudunk érdemi lépéseket tenni, illetve tervezzük és folyamatosan próbálunk megoldásokat találni a lakók igényei szerint. Vekerlén leggyakrabban felszíni csapadékvizelvezető árkok épültek. Ezek bővítésénél az a gond, hogy az árkok kialakítása sokszor parkolóhelyvesztéssel jár. Ezt a lakók nehezményezik, úgyhogy ezeket a munkákat csak új parkolóhelyek létesítésével együtt lehet jól megvalósítani. Kertvárosban más a gond. Ott sokszor napokig állnak hatalmas tócsák az utakon, de ennek is oka van.
Itt sajnos vizsgáltuk azt is, hogy a kertesházak jelentős részénél, túlnyomó részénél a jelenlegi szabályozásnak nem megfelelően magáningatlanról, magánházakról vezetik ki a csapadékvizet. Ezt a jelenlegi szabályok szerint is tilos, tehát itt a lakók együttműködése is nagyon fontos lenne abba, hogy a problémát ne eszkalálják, és keressenek ők is a saját tulajdonukon belül megoldásokat. Ezek a helyben szikkasztásos eljárások, tehát egy kavics kúttal, vagy egy kavics árokkal, és abba való bevezetéssel lehet helyben is megoldani ezeket. Sajnos, ha minden csapadékvíz, tehát a környező házakról lévő csapadékvíz is a járdára és az útra megy, arra nincs felkészülve a közterületi csapadékvíz elvezetés, hogy ezt a többlet vizet is elvezesse. Az árkok tisztítása, karbantartása a kerületi önkormányzat feladata és felelőssége. Itt is van azonban dolguk az ingatlan tulajdonosoknak. Az árkokban lévő hordalékokat, tehát a lehullott faleveleket, bármiféle más szennyeződéseket, azokat nálunk lehet bejelenteni, és mi rendeljük meg adott esetben beszállító kivitelezőtől, vagy a saját önkormányzati cégünktől, a Közpark Kft-től, hogy ezeket a munkákat elvégezzék. Ez egy folyamatos. De itt is felhívnám a figyelmet arra, hogy az ingatlan tulajdonosoknak van kötelezettségük a telek tulajdonuk előtt lévő közterület jó karbantartására. És ebben nem csak a fűnyírás igaz, hanem az ilyen kisebb típusú takarítási munkákban nekik is bizony törvényi kötelezettségük van, tehát mi már csak azokban az esetekben szeretünk intézkedni, vagy lépünk, ahol már szakmai felügyelet, vagy olyan jellegű hulladék mennyiség képződött, aminek már speciális elszállítást igénylő hulladékról beszéltünk. A munkák elvégzésével kapcsolatban információkat és segítséget is lehet kérni az önkormányzattól. Vajdasági pedagógusok jártak Kispesten a testvérvárosi kapcsolatok jegyében. A delegáció ellátogatott a Puskás Ferenc általános iskolába, ahol bemutatták nekik az iskolában sikerrel alkalmazott, tablettel támogatott oktatást. Az önkormányzat nevében Vincek György alpolgármester köszöntötte a pedagógusokat. A Puskás iskola tanárai is járnak ki Zomborba, és továbbra is szívesen osztják meg tapasztalataikat a kinti kollégákkal az infokommunikációs technikák oktatásban való alkalmazásával kapcsolatban, ahogyan ők is szívesen vesznek át olyan platformokat vagy tartalomfejlesztéseket, amelyeket a vajdasági iskolákban dolgozó tanárok dolgoztak ki. A tablettel támogatott oktatást egyébként mindenhol igyekeznek népszerűsíteni. Úgy gondoljuk, hogy maga a tabletes oktatás az nagyon nagyban segíti az ismeretanyag mélyítését, megszerzését, illetőleg olyan kompetenciákat is erősít a gyerekben, ami a személyes kapcsolatban nem tud megjelenni. A kollégám elmondta az előbbi előadáson, és nagyon nagy igazság van benne, hogy mi a különbség a tablettel támogatott oktatás és egy ilyen digitális tábla között, egy interaktív tábla között. És ugye a megoldás abban van, és én is abban látom nagyon nagy előnyét, hogy a digitális táblát használja a tanár, kijön egy gyerek, és akkor az interaktív tananyaggal egy gyerek foglalkozik. Míg a tabletes oktatásban minden gyereknél az osztály adott óráján, ott a tablet, és ő önmaga interaktív. A másik pedig az, hogy a tanulási folyamatok mellett ugye egy olyan felhasználói kultúra és egy olyan felhasználói biztonságot alakít ki a gyerekekben, amelyekben ezeket a digitális platformokat, tartalmakat biztonságosan tudják használni. A harmadik pedig az, hogy ez az oktatásnak, tehát nem kiváltója az alapvető oktatási folyamatnak, hanem csak egy segítője. Olyan segítője, hogy a gyereknek olyan eszközt adjunk a kezébe, ami eszköz felkelti az érdeklődését arra, hogy a tananyaghoz kapcsolódó más adatokat is utána nézzen, megcsináljon, vagy netán önmaga szerkesszen olyan előadást, akár csak kettő darab képpel, amit a saját szavával, szókincsével kiegészít. A Vekerletelep, a Gutenberg, a Nádasdi utca és a Pannónia út által határolt régi kispiacának megújítására is nyújt be terveket az önkormányzat a fővárosi térközpályázatra. A terület a tervek szerint szellősebb, átláthatóbb lenne, közösségi térrel és növényzettel bővülne. A meglévő épületek kényelmesebbé, korszerűbbé válnának. Ennek megvalósítási tervéhez vártak ötleteket az ott élőktől. A javaslatokat a főépítész és a tervezők nézik át, foglalják össze. A tervek véglegesítéséig még két találkozó alkalmában van lehetőségük a lakóknak arra, hogy elmondják elképzeléseiket, észrevételeiket.
Míg Lajos Endrénét 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Kertész Csaba alpolgármester gyümölcstortával, virággal és a miniszterelnök emléklapjával. Kati néni 1926. október 14-én született Székesfehérváron. Mekerletelepen született férjével 1950-ben költöztek Kispestre. Kati néni itt az Üllői úton lévő öntödében dolgozott bérelszámolóként, 55 évesen ment nyugdíjba. Bozsó Kálmánét 90. születésnapja alkalmával köszöntötte Vincek György és Huszár Erzsébet idősügyi tanácsos. Anna néni édesapja a kispesti rendőrségen dolgozott. Anna néni a Kossuth téri iskolába járt és dolgozott a kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán is. Fia az operaházban cipészként dolgozott, és most kapott munkásságáért jubileumi aranygyűrű kitüntetést. Tompa Istvánét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Kertész Csaba alpolgármester. Lányával 1952-ben költöztek Budapestre, Kunhegyesről. Rákospalotán kötődében dolgozott, majd később a klinikán kapott állást. Kispesten él már 38 éve. Három lánya, egy fia, hat unokája, 8 dédunokája és egy ükunokája született. Szabadidejében szívesen készít párnákat. Juli nénire a mindennapokban Buksi kiskutyája vigyáz. 100 éves szépkorút köszöntött Vincek György alpolgármester és Balázs Piroska, a segítőkész kispesti gondozószolgálat vezetője. Kis Lászlóné 1916. október 21-én született Kispesten, Vekerletelepen. Iskoláit követően a Stümmer csokoládéboltban volt eladó, később a cseppelvas és fémművekben dolgozott, tekercselőként, innen is ment nyugdíjba. 2006-ban idősek otthonába költözött. Mancininek egy fia, két unokája és két dédunokája van. Kedvenc időtöltése a kertészkedés, amit még most is aktívan végez. Majd 100 kisgyermek és szüleik látogattak el idén a Vekerlei Kultúrház hagyományos október végi tökfaragó programjára, a tökmagolóra. A vendégek sokféle szórakoztató foglalkozást próbálhattak ki. A faragás mellett volt keresőjáték, tökös ügyességi próba, magválogató, kukoricamorzsoló, madárijesztő készítés, a délutánt pedig egy táncház és töklámpás vonulás zárta. Több éves hagyomány a Vekerlei Kultúrházban október végén a Tökmagoló nevű esemény, amelyen az ide látogató gyerekek, önkéntesek és a kultúrház dolgozói segítségével az ősi kelta szokásokból átvett módon minden szentek előestéjéhez kapcsolódóan töklámpásokat faraghatnak. Idén a tökfaragás mellett számos egyéb foglalkozáson is részt vehettek a vendégek, és új programokkal is bővült a kínálat. Körülbelül 5 vagy 6 éve csináljuk a tökfaragást. Ez mindig az őszhöz kapcsolódik, amikor már hosszabbodnak az éjszakák és rövidülnek a nappalok, akkor mi mindig tartunk, nem Halloween partit tartunk, hanem egy tökfaragás partit, ami most idén táncházzal párosul. Ez a két fő programelem lesz ma, de ezen kívül még számtalan más. A táncházat Halmos Kata és a kísérője Kobozon kíséri Kudász Ferenc, ők fogják vezetni. Kukoricafosztós táncháznak hívtuk, mert egyébként kukoricafosztás is lesz. Hoztunk kukoricát, amit le lehet morzsolni majd, és egy kicsit beszélgetünk az ehhez kapcsolódó hagyományokról, hogy a hosszú téli estéken mit csináltak régen az asszonyok a falvakban, de lesz nagyon sok játék is, terményekkel lehet játszani, ügyességi játékok lesznek, lesz tökös süteménnyel kapcsolatos receptkereső játék, a hozzávalókat dugtuk el a kultúrház különböző pontjain. Aztán lesz nálunk madárijesztő készítés is, mindig van valamilyen kézműves foglalkozás, vagy több is, mert ezt nagyon szeretik a gyerekek és felnőttek is, és hát persze a töklámpás faragás, ami azt jelenti, hogy nagyon szép kis színes tököket kap minden gyerek a jegyhez, a megvásárolt jegyhez. Ennek megmutatjuk természetesen a technikáját, hogy hogy kell kifaragni, és az egész programnak a végén mindenki kap egy kis mécsest, amit segítünk meggyújtani, és tartunk egy kis felvonulást itt a környéken, ez lesz a töklámpással való vonulás, és ez lesz a program zárása. Nem csak a tökfaragás, hanem a többi színes kézműves program is nagyon népszerű a gyerekek és szüleik körében ilyenkor, mint például a madárijesztő készítés. Mivel hogy ez egy tök maguló program, és eléggé sok magvas kérdés, illetve magas feladat várja a gyerekeket, itt egy madárijesztőt lehet készíteni, aki elűzi azokat a madarakat, akik esetleg elvinnék ezeket a magokat, és otthon, hogyha hazaviszik, akkor esetleg az ő saját őszi kosarukba, vagy a saját kis őszi összeállított kompozíciójukba elhelyezhetik. Miből készülnek ezek a madárijesztők?
A madárijesztő hurkapálcikából készül, illetve papírzacskó feje van, és egy nagyon csinos papír csákot kap a fejére. Egyébként pedig a haja maradék fonalakból, a ruhája maradék anyagokból, mint mindig most is igyekszünk maradék anyagokat felhasználni. Van egy olyan kis termünk, ahol szorgoskodni vágyók is találnak maguknak elfoglaltságot, nem is kevés ideig, hanem remélhetőleg hosszan. Ott mi arra töregettünk, hogy a gyerekek egyrészt válogassák szét a magokat, és ezzel meg tudják különböztetni az egyes magvakat egymástól, másrészt pedig, hogy eltegyék ezeket kis befőttekbe, tálakba, tehát hogy ők is úgy készüljenek föl az őszre, hogy fölkészülnek a felnőttek is, tehát hogy a kis tartalékokat a kamrába elhelyezzék. Nyilván ők képletesen, de ezzel a magválogatással, porciózással, üvegbe helyezéssel, kosárba helyezéssel, ők is mintegy rákészülnek a télre. A Vekerlei Kultúrház az ősszel és a tél folyamán is további változatos rendezvényekkel várja az érdeklődőket, amelyekről részletesebben a vkk.kispest.hu weboldalon lehet tájékozódni. November 1-e Minden Szentek, november 2-a pedig a halottak napja. Sokan látogatnak ki ilyenkor a temetőkbe, hogy gyertyát gyújtsanak elhunyt szeretteik emlékére. A megnövekedő forgalom miatt érdemes a BKV járatait igénybe venni, hiszen azokat, amelyekkel a temetők megközelíthetők, gyakrabban indítják ezekben a napokban. Kispesten a 42-es villamos napközben a megszokottnál sűrűbben 10 percenként jár, a 93-as és a 93A autóbuszok szintén sűrűbben 20 percenként közlekednek. A 194-es és 194B autóbuszok a szombati menetrend szerint járnak. A közúti közlekedés szabályainak átmeneti változásáról a BKK honlapján tájékozódhatnak. Az öreg temetőhöz a 99-es és a 151-es autóbuszokkal lehet eljutni. Ezek menetrendje nem változik az ünnepek alatt. Önök a Kispest TV heti hírműsorát látták. Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket a 0670 671 1919-es telefonszámon, vagy az info@kispesttv.hu e-mail címen. Adásainkat pedig megnézhetik az interneten, a www.kispesttv.hu-n. Köszönöm a figyelmüket, de tudják, most jön a magazin, maradjanak velünk! Üdvözlöm Önöket, a magazinnal folytatjuk a Kispest TV adását. Nézzük, milyen témákkal készültünk. Személyes sorsok, mai alkotások, a Helikon Kulturális Egyesület kiállítása a Nagy Balogh János kiállítóteremben, az 56-os forradalomról és szabadságharcról. 10 éves a gyermekek átmeneti otthona, majd 300 gyermeken segítettek eddig, amikor a család nehéz helyzetbe került. Mozgás időskorban, tabuk nélkül az egészséges életmódról, sportról, táncról a Senior Akadémián. Jókai Anna Kossuth nagydíjas író tartott ünnepi beszédet az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából rendezett kerületi megemlékezésen. Az írónő köszöntőjét most Önök is teljes terjedelmében láthatják. Kedves barátaim, kedves ünneplő emlékező gyülekezet! Azt hiszem, hogy így körbenézek a terembe, inkább őszülő fejeket látok, de ugyanakkor végtelen örömmel felfedezek személyes ismerőseimen kívül néhány fiatal embert is. Azért kezdem én ezzel, mert hova tovább úgy vagyunk, mi emlékezők, hogy nagyon kevesen maradtunk, akik még a saját tapasztalatainkból tudjuk, hogy milyenek voltak az események, mi történt, ha saját két szemünkkel láttuk, és a mai fiataloknak egy része úgy tekint 56-ra, mint egy rég elmúlt történelemre. Nekünk pedig maga az életünk, a tapasztalataival, az utóhatásával. Úgyhogy azt a néhány fiatalt, akit látok, azokat szívből üdvözlöm, és kérem a szülőket, nagyszülőket,
hogy vigyék kérül, hogy hát élnek még közöttünk olyan emberek, akiket itt ma este még ünnepelni fogunk, akik sokat tettek azért, hogy ma nyugodtan és szabadon mondhassuk azt el, amit a világról, és hát erről sokat próbált, de számunkra mégis olyan kedves Magyarországról el szeretnék mondani. Én azt kezdeném személy szerint, hogy 1956-ban, annak az őszén én nem voltam fegyveres hős. Azért kell ezt most előre bocsátani, mert ismerve az emberi gyengeséget, bizonyára önök is tudják, hogy néhányan, akik semmit nem tettek 56-ért, azok is szeretik azt mondani, hogy ők mi mindent csináltak. Szinte nagyon sok olyan ismerősöm van, távoli ismerősöm, aki még a fegyver típusát is leírja velő arcon, holott még a közelébe sem ment a arcoknak. Én most azokról az emberekről szeretnék beszélni, akik ugyanolyan lelkesedéssel, ugyanolyan izgalommal és a bátorítást remélve figyelték azokat a napokat, szívvel, lélekkel a forradalom mellett voltak, és más területen segítettek. Én akkoriban egy néhány hónapos csecsemőnek voltam az édesanyja, laktam egy józsefvárosi albérletben, a Rákóczi téri csarnoknak a közepén, közelében, ők tudják, hogy ott voltak a legnagyobb harcok egyébként. Szegény voltam, mint a templom egere, akkor még tanácsnak hívták, egy tanácsi hivatalnál a 11. kerületben dolgoztam, mint művészeti előadó. Sok minden volt ebben a foglalkozásban, csak művészet nem. Olyan utcabálakat kellett rendezni, a lapjonokat leszedni, hajnalontak, a közvilágításból a részegeket összeszedni, átadni a rendőrségnek, és ezt olyan képpel kellett csinálni, mintha még élveznénk is. Nekem ez volt a legnehezebb, nem az, hogy elvégezni a munkát, hanem élvezettel kellett sokszor keverni a semmit. Na most ebben a szituációban én magam is úgy gondoltam, hogy író, hát szó sem volt arról, hogy én valaha író leszek, még az egyetem is akkoriban kezdődött csak el. Én magam azt gondoltam, hogy ami történik körülöttem, az egy óriási történelmi esemény, és szívből, lélekkel drukkoltam, mert a saját szememben láttam a dolgokat. Nem is tudtam volna fegyvert fogni, nem tudom, önök közül biztosan vannak olyanok, akik ezt megérték. Ez alkatomnál fogva nagyon nehezen ment volna, hogy kezet emeljek egy embert. Tehát ez nem volt benne az én, hogy ugye emberi képletemben, de hogy amit tudok, megtegyek, az ilyen. Most azokban a napokban a Vöröskereszt kért fel segítségre, élelmet osztottunk. Akkoriban a vidék, a magyar parasztság olyan mértékben mozdult meg, hogy talán ezt ma önök el sem viszik, amikor, hogy hívjam, szinte mindennek ára van. Amikor mindennél megkérik az árát, és megkérdezik, hogy mibe kerül, hogyha valaki egy szívességet tesz. Akkor a parasztok hozták fel az ennivalót az éhező Budapesten, teherautókon, lovaskocsikon, és ennek az elosztásánál segítkeztem, mint akkor még egy fiatal tanácsi tisztviselő. Nagyon reménykedtem, mindenben reménykedtem, és ugyanakkor volt a szívemben valami, amit nyugodtan meghozhatok önökkel, az, hogy én mindenkit sajnáltam. Én amikor kinéztem a józsefvárosi albérletnek az ablakából, és láttam azt, hogy azok a mit sem sejtőben, fogalmuk nem volna szerencsétlen szovjet katonák, orosz katonák, ők azt se tudták, hogy hol vannak, mert bedumálták nekik, hogy valahol fasizták ellen kell jönni. Ugye kigurultak a tankokból, ilyen picire összeéve. És ugye eszembe jutott, hogy mire használják fel az embereket. Tehát, hogy úgy mondjam, még az ellentél ember egyet sajnáltam, akik maguk se tudták, hogy milyen ügyet kellett nekik szolgálni. De arra nem szólva, hogy azt hiszem, mindenkinek van olyan élménye, amikor a gyerekeknek egy része, 14 éves, 13 éves, 15 éves suhancok, leánykák egyszerűen neki át elmentek a nagyvilágba. Kérem, én még emlékszem arra, amikor a rádión keresztül kétségbeesett hangok hangzottak el, amiben olyanokat mondtak, hogy Jucika üzeni anyukának, szerencsésen átértem, Pistike nem. Nem tudom, teszik, Pistike nem.
Tehát valaki meghalt, miközben elment. Gyerekeket vesztettek el, családok bomlottak fel azért, hogy utána, hogy úgy mondjam, egy álságos diktatúra következzen. Én nagy híve voltam 56-nak, hamaros ki is kerültem az állásomból, azért, mert igazi forradalmár akkor lettem, amikor már leverték a forradalmat. Van az embernek egy ilyen tulajdonsága, hogy mindenki elkezdett hallgatni, elkezdtek sunyítani. Azt mondtam az akkori főnökönnek, aki egyébként a forradalmi bizottságnak a tagja volt, előzőleg is úgy mutatkozott, mint lelkes forradalmár, de elsők között üdvözölte az új hatalmat. És mondta neki ártatlanul, hogy mondja, maga még két hete egész mást mondott. Hát hogy van ez? Ha ő ilyet soha nem mondott, rögtön destruktív ellenforradalmi elem lettem, el is küldtek a tanácstól. Nagy szerencsém volt, hogy már állapotos voltam a második gyerekemben. A munkatörvénykönyve úgy, ahogy védett, egy szociális foglalkoztatóba kerültem. Elmebetegek, nagyon-nagyon idős, kedvéért volt engedő bácsikák és nénikék közé úgynevezett szociális munkára, ami annyit jelentett, hogy a lehető legjobban kihasználtuk a betegeket. Amit az egészségesek nem végeztek el, az jó volt az öregeknek és a betegeknek. Ez volt benne a szociális. Tehát én a forradalomnak egy másik oldalát is ismertem, és amikor megengedte a kegyelem, hogy íróvá válhassa, a Napok című regényemben először írtam 56-ról, úgy 1972-ben, ami nem volt kis dolog, hogy a hősöm nem ellenforradalomként érte végig. Nagy botrány is volt, csak nem letiltották a könyvet, hála Isten túlélte, külön története van, írólvasó találkozókon mindig elmondom. Nem ez a dolog lényege, hanem az, hogy azóta az ember végig tekintett ezen a keserves, bőnyöviséges magyar történelmen, és ha belegondoltuk, hogy mi minden történt itt nálunk, hogy hányszor és hányféleképpen alázták meg ezt a nemzetet, hogy először úgy szoktam nevezni, hogy ez a bizonyos gonosz angyal, az hol a jobb szárnyával, hol a bal szárnyával verte végig az emberiséget, hol fajta szerint próbálta az embereket pusztítani és válogatni, hol pedig osztály szerint. Az emberi érték maga az egyén, a moralitás sokat nem számított. Ez volt az a kétfajta diktatúra, amik a maga módján mind a kettő veszedelmes volt. És amikor végül nagy keservesen megélhetünk volna valamit, amiben példamutatóan járt elő Magyarország, akkor szinte világossá vált mindenki előtt, hogy azzal a túlerővel szemben, azzal a környezettel szemben nem tudunk mi mit csinálni magyarok, ahhoz valóban tényleg kevesen vagyunk. De példaértékű volt, amit akkor Magyarország csinál. Igen, valamilyen módon sikerült akkor megvalósítani, hogy úgy néztek ránk, mint kicsiségében is egy büszke, és bátor nemzet. És amikor én végignézek ezeken a forradalmokon, én nem tudok 1956-ról csak önmagában beszélni. Nekem oda kívánkozik mellé az 1848-49-es szabadságharc is. Én azt a kettőt ikerforradalomnak érzem. Tudni, pont olyan hasonlóságok voltak, hiába választja el egy nagy idő egymástól a kettőt, ami okuláson szolgálhat mindannyiukra. Hogy mindahogy mi az, amitől félni kell, mi az, ami megtörténik, mi az, ami ismétlődhet a világunkban. Gondoljanak arra, hogy amikor a harmadik hatalom 1848-ban tanújelét látta annak, hogy a magyarok nem tűrik tovább az, hogy ne intézhessék szabadon és függetlenül az ügyeiket, akkor először úgy csináltak, mintha engednék. Ez a húzd meg, eredd meg taktikája. Nem volt elég erős a Habsburg állam, háborút is vívott mással, akkor jó, csináljátok magyarok. Ugyanez megtörtént egyébként az úgynevezett rövid, majdnem két hét alatt is, hogy néha úgy látszott, hogy az oroszok belenyugszanak. Önök emlékeznek rá, október 30-án leálltak a tankok. A kis katonák kiugrottak a tankokból, és összecsókolszak a magyarokkal, a saját szememmel láttam. Úgy nézett, hogy kiengedik Magyarországot. Persze, csináljátok igazi demokráciát, igazi szocializmus, ez mind benne volt. De akkor már akkor készülődött a helyzet, hogy a következő pillanatban az egészet visszavonják. Ugyanez volt 49-ben. Szóval számomra ez egy emlékezetes példa, hogy
1849-ben a fegyverletétel pont a győztes akkori orosz csári csapatoknak a győzelmével megünnepelték a napot, meghívták a magyar vesztett csatáknak a vezetőit, a tábornokait, a hadvezéreket ünnepi vacsorára. A legyőző oroszok meghívták őket, olyan udvariasak voltak, olyan erőzékenyek, hogy még a kardjukat is megtarthatták a magyarok. Ó, milyen gyönyörű, milyen bajtársias. Reggel átadták őket Hajnaóvérbíróságára. Minden oda. Ugyanez megtörtént 56 után. Gyertek munkástanácstagok, gyertek be, tárgyalunk. A forradalom nem ért véget, csak átalakult. Emlékeznek erre a mondatra? Ezt a Magyar Rádióban mondta be olyan valaki, aki utána teljesen övet riportál. Amikor becsalogatták a Linterpárt, amikor Nagy Imréket ki, hogy szinte ki csempészték a jugoszláv követségül, ugyanezt történik 49-ben is. Tehát az elnyomó hatalmak a ravassága és az inkorrektsége végtelen tud lenni, hogyha a céljait el akarja látni. És ami számomra szörnyű és borzasztó, hogy mi akik olyan büszkék vagyunk arra, hogy kiállunk az elveink mellett, ezen a áldott keserves Magyarországon mindig akartak ám árulók. A történelem jegyzi fel, hogy 1849. szilveszter napján, 31-én az akkori pesti-pestbudai tanács ünnepi ülést tartott, és díszpolgárrá avatták Jelasicsot, Hajnaut és Vénispét. Akkor, amikor még meg sem száradt azoknak a felkelőknek a vére, akiket kivégezhetett ugyanaz a hatalom. Magyarok intézték. Azt is tudjuk, hogy milyen nagy harcot kellett folytatni, amíg sikerült később Sztálint a magyar díszpolgárok sorából kiiktatni. Mert erre is volt példa. Az is rögtön megtörtént. De hát borzasztó az, amikor hatalomvágyból emberek árulják el azt, amit tulajdonképpen egy egész nemzet lelkesedett is akarta. Azután megtörténtek a kiegyezések, megtörtént 1849 után 1867-ben, amikor Ferenc Józsefet is a magyar királlyá koronázták, úgy, ahogy beköszöntött egy békekorszak, még az én édesanyám és réges-régebbi őseim még erre úgy beszéltek, hogy hát azért Ferenc Jóska alatt béke volt, nem tudom, emlékeznek erre. Ferenc Jóska. Na most utána megint következett valami. 56 után is bekövetkezett egy kiegyezés. Aki életben maradt, azokat nagyjából kiengedték a börtönből. Megindult egy bizonyos konszolidáció. Az emberek ápolgatták a kiskertjüket, megvették nagy várakozás után a kis trabantjukat. Én azt szoktam mondani, hogy kialakult Magyarországon egy olyan hangulat, ami a régi slágerhez hasonlított, csak a szépre emlékezem. Tehát az emberben egy ilyen illúzió maradt, hogy akkor minden rendben van. De azok, akik ezt a dolgot megszenvedték, azok tovább szenvedték. És akik most itt vannak, és hála Istennek életben maradtak, igazat fognak nekem abban adni, hogy nagyon sok olyan embernek tört kettébe az élete, akik még börtönbe se kerültek. Csak egyszerűen rákerült a lapjukra. Ez valahol valamiért gyanús. A gyerekét nem vették fel az egyetemre, jó munkahelyeket nem kaptak, és ráadásul megfenyegették, hogy soha, sehol, senkinek. Tehát egy ilyen kussolási hangulatot uralkodtattak. És azután arra is gondolják, hogy a 1867-es kiegyezés után hamarabb enyhült meg a régebbi elnyomó hatalom, mint 1956 után. Hamarabb, mert például Széchenyit 1860-ban olyan méltó temetéssel temették el, hogy senki nem tudta megakadályozni. 1894-ben Kossuthot hazahozták, országos nagy nemzeti temetést rendeltek. Az 56-os hősöknek, Nagy Imrének és társainak a arccal a földbe döngölt maradványait több mint 30 év után lehetett csak a hősök terén a népnek fölmutatni és a temetést megtartani. Tehát nagyon kegyetlen dolgok voltak ezek, és ugyanakkor az emberben reménység él, és ez a reménység mindmáig ott van az emberi szívekben, hogy
Szeretnénk, hogyha nem forradalomban javulna a világ, mert higgyék el nekem, a forradalom tulajdonképpen senkinek nem jó. Mert könnyek is vannak benne, vér van benne, áldozatok vannak benne. Nem jó, de néha szükségszerű azért, hogy fölrázza a világot. A francia forradalomban, ami elburjánzott, és igazi forradalom helyett az én véleményem szerint inkább egy vízárlássá fajult, amikor a bűjötön alá küldtek mindenkit válogatás nélkül, de volt a hármas jelszó, ami azóta is élénken él a jóra vágyó embereknek a szívében, a szabadság, testvériség, egyenlőség, az emberiség óriási ideája, amit még azóta se sikerült teljesen megvalósítani. Ott kezdődik, hogy a szabadság, ezt mondja nekem 56-nak a tanulsága, az felelősség nélkül nem szabadság. Tehát ha nem vagyok felelős azért, hogy a saját szabadságommal kinek az életébe tiprok bele, akkor az nem szabadság, hanem szabadosság. Erre a példának azt tudom mondani, talán van egy pedagógus, nyugdíjas vagy még aktív, hogy a mai világban sokkal jobban kell a tanárnak, a pedagógusnak vigyázni, amikor például a gyerekek szabadságáról van szó, mert összetévesztették nagyon sokan a szabadságot a szabadossággal. Hát kérem szépen, én tiszteletem, mint volt pedagógus, és mint nagyanya is, mondom önöknek, hogy nem minden szabadság, ami annak látszik. Amikor például elindul egy gyerek, gondoljanak a saját körkükre, akit annyira szeretünk, elindul és látjuk, hogy megy egy szabad ég felé, vagy egy ország, egy szabad ég felé. A szabadság, hogyha megállok, csipőre teszem a kezemet, és azt mondom, jaj, de szépen szaladnak. Hát micsoda nagy szabadság, mindenki oda szalad, ahova akar. Lobog a hajuk a szélben, az izmaik tagadnak. Puff, belátszak a régba. Hát akkor én már abban hiszek bizony, hogy egy kicsikét meg kell fogni a grabancát annak, aki azt se látja, hogy mi van az orra előtt, és azt kell neki mondani, hogy állj meg, öcsi, állj meg, hubicám, állj meg, ember. Hát nem látod, hogy hova szalad? Nem látod, hova viszed a többieket? Tehát a szabadság felelősségéből semmit nem ér. A másik az úgynevezett egyenlőségnek a kérdése. Hát kérem szépen, az egyenlőséget a legfontosabban és a legtökéletesebben emberi mértékkel is tulajdonképpen a jogállam a törvényességnek, a törvénykezésnek a vonalán lehetne megállapítani. Az, hogy a törvény előtt legyen elsősorban minden ember egyenlő. Tessék elhinni, hogy ezt nagyon nehéz megvalósítani. Néha most is előfordul velem is, hogy néha kinyílik a nem létező bicska, a nem létező zsebemben, és azt mondom, hogy hogy hozhattak ki el ítéletet? És miért éppen ez ellen? És hogy van az, hogy több milliárd semmit nyugodtan el lehet sívolni, de hogyha valaki valami kisebbet csinál, akkor az rögtön leülteti. A legelső a törvény előtti egyenlőség. Hogyha te odaállsz, akkor te egy ember vagy a maga bőre valóságában, és meg kell nézni, hogy mit rosszat tettél az embertársaiddal szemben. Ez még várat magára. Ezért igenis dolgozni kell, ezért harcolni kell, ezért beszélni kell, nem igazságosan vádolni, nem kutatni, hogy hol mit lehet találni, és hol mit is, hogyan kellene feljelenteni, hanem amikor valóságos ügyek vannak, akkor az igazság mentén dönteni. És itt van az én szívemnek a kedvence, az, ami a legfájdalmasabb, és amit azt hiszem minden jó akaratú ember szeretne, ez a testvériség. Hát testvériségben élünk mi. Tessék ebbe belegondolni. És gondoljanak arra, hogy 1956-ban a forradalom első napjaiban volt testvériség. A magyar népszellem leszállt a hombról, odaállt egy zokogó ember nemzet mellé, és a jó akaratúakat, igazságban bízókat összefogásra fogta össze. Ez tény. Én egy olyan helyen laktam, ahogy említettem, ahol dúltak a harcok. Volt a Rákóczi tér sarkán egy cipő volt. Az első napokban valahogy véletlenül betörték a kirakatnak az ablakát, és letörött egy cipőnek a sarka. 10 pengőt tettek alá, aki a sarkát letörte. Történhet ma ilyen? Történhet ma ilyen, hogy nem egy cipő, de bármi. Hogy 2 fillérért lehet embereket megőríteni.
ez akkor megvolt. Az is igaz, hogy amikor leverték a szabadságharcot, és én kinéztem a kis albérletemnek az ablakán, akkor már láttam, hogy a csarnoknak az ajtaját feszegetik az emberek, akkor éreztem, hogy vége. Eltűnt valami, most ez már nem a forradalom. Akkor jött az összevisszaságnak az ideje. De annyira vágyunk a testvériségre. És én azt gondolom, hogy amikor egy nemzet, egyáltalán az emberiség egy ideológiának a kényszere alól felszabadul, az nagyon fontos dolog. Hogy ne kelljen abban élni, amely az ember nem hisz, hogy ne büntethessék meg azért, mert mondjuk nem vallotta a bolsevik eszméket, nagyon fontos. Óriási felszabadulás valóban az ember számára. De legalább olyan nehéz azt elviselni, hogyha az ember néha azt nézi, hogy utána pedig a pénznek az uralma alá kerülünk. Hát az nem megalázó. Az nem megalázó, hogy emberek megvehetőek, nem megalázó az, hogy virtuális pénzek keringenek a világban, semmiért halmozva fel olyan irdatlan vagyonokat, amit egyáltalában nem is tudom, hogy mire gyűjt a gazdája, mert amit tudjuk, ugye már a halott égnek nincsen zsebe, és semmit semmiért állt magával. És akkor ugyanakkor becsületesen dolgozó embertársaim, most arról beszélek, akik valóban becsületesen látástól vakulásig dolgoznak, ugyanakkor nehezen tudják eltartani a családjukat. Ez a testvériség még várat magára, amikor nem kényszerből, hanem jó érzésből, tiszta szívből valaki azt mondja majd, hogy nekem ami van, elég. És ami az elégen felül van, az annak a javára fordítom, akinek nem elég. Tehát a nagy eszmék, ezek isteni eszmék tulajdonképpen, szabadság, testvériség, egyenlőség a szellembirodalmában bizony megvan. Ez még egyelőre nem valósult meg. Az ember küzd érte, és szomorúan látja, én nagyon szomorúan látom, hogy az ember és az ember közötti gyűlölet egyre veszélyesebbé válik. Én magam íróként is, bizonyos értelemben közéleti emberként is, ennek ilyen kis Don Quixote-szerű harcosa vagyok, hogy ennek elébe menjek. Én azt gondolom, hogy meg kell próbálni a dolgokat összehozni. Nem örökösen szétválasztani, nem örökösen mindenbe belekötni, nem egymást elgácsolni, valamit, amiben közösnek kéne lenni az embernek. Ezt mindenki maga tudja maga lelke szerint, hogy mikor, hol a helye és mit kell tennie, és mikor van itt az ideje. De nekem az fáj, hogy sokan még a magyarságot is összetéveszik. Azt gondolják, hogy az, hogyha az ember szereti a hazáját, ha azt gondolja, hogy nem véletlenül született magyarnak, itt kapta meg a feladatát a teremtésben, akkor az egy ózdi dolog, az egy elakult dolog, az egy konzervatív dolog. És valamiféle olyan világot képzelnek, amiben nincs helye, hogy az ember egy nemzethez tartozik. Én ebben nem értem, ebben nem tudok beleilleszkedni, mert amíg a történelem, és úgy mondjam, az isteni terv is a történelemben, nemzetekben zajlik, addig minden nemzetnek megvan a maga hivatása. Nekünk magyaroknak is megvan. 56 ezt üzeni, hogy igen, szerettünk volna a magyarságunkat kiélni, nem függeni másoktól is, a sorsunkról intézkedni. Ez mind nagyon szép. Csak hogy a gond az, amikor vagy tagadják ezt, nagyon sok tagadója van, elméleti szinten és a gyakorlatban is, vagy tagadják és lenézik, aki nyugodtan azt mondja bárhol is, bármilyen közösségben, hogy hölgyeim és uraim, sajnálom, én magyar vagyok, és én szeretek magyar lenni. És azt gondolom, hogy nem véletlen is, ezt mindenkiről gondolom. De ugyanilyen nagy baj, amikor a golyószorban is szoktam, az ördög, a világvitorló fejedelme kiválasztja a legszebb eszmét, ami a hazafiság, és eltorzítja, és azt mondja, hogy úgy szerezd a nemzetedet, hogy a többi gyűlöld, hogy csak te vagy ezen a világon. Ez a krisztusi eszménynek az ellenkezője. Krisztus azzal jött a földre, hogy minden egyes ember Isten gyermeke, és mindegyiknek megvan a feladata. Mi ne úgy akarjuk szeretni hazánkat, és hála Isten, gondolom, hogy a jelenlévők is ezt így gondolják, hogy ugyanakkor a másikat gyűlöljük. Nem azt akarjuk, hogy a szomszéd tehene dögöljön meg, hanem azt akarjuk, hogy azt a tehenet, amit mi neveltünk, amiben mi gondoskodtunk, annak a tejét igenis először is nálunk fogyasszák. Ez a miénk. A miénket akarjuk egy kicsit szaporítani, és ami marad, boldogan ajánljuk fel a nagy világnak. Kisebb, úgynevezett kis nemzet is lehet nagy,
hogyha ha a cselekedeteiben hozzá tud válni. Én azt hiszem, hogy e téren még nagyon sok tennivalónk van. Nem szégyelni, hogy magyarok vagyunk, nem büszkélkedni vele, mindent megtenni azért, hogy ez a kis ország példaország lehessen. Miért ne lehetnénk példa? Miért ne történhetne meg, hogy a világ néha ránk néz, és azt mondja, hogy mégis igazuk van ezeknek a magyaroknak. Látják a hibákat is. Az is természetes, hogy nem minden úgy történik, ahogyan legtökéletesebben lennie kellene. Akkor is szólni kell, szeretettel, óvó, féltő szeretettel. De valahogy kiírtani ezt az iszonyatos gyűlöletet, ami ma ebben a magyar társadalomban dúl. Lehet, hogy csak én érzem ilyen érzékenyen, hiszen 1200 magyar írónak a első szabadon választott szövetségi elnöke voltam, és a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy mit jelent, még a művészek között is ez a borzalom. Hogy egész egyszerűen az ember úgy érzi, hogy nagyon nehéz szót váltani. Én pedig azt gondolom, hogy ez elsősorban a dolgunk, és azoknak a drága 56-osoknak, akik élnek, akik abban a hitben érték le a ifjúságoknak és életük nevelésének szép napjait, hogy talán soha többet nem kapják meg a rehabilitációjukat, azok azért most ezt kapják meg. Kapják meg, és tudjuk, hogy mielőtt elmennek, szerettük őket, megköszöntük nekik, és tudjuk azt, hogy a méltóságukat is meg kell őrizni. Én ebben a világban hiszek, ezért a világért próbálok dolgozni, és hát velem együtt még gondolom van néhány olyan ember is, aki nem mondhatja azt, hogy művészet nem is fontos. Ne higgyenek annak, aki azt gondolja, hogy a celebek mostani világában ez valami nagy dolog. Nálunk Magyarországon mindenki művész. Aki szabadgatjában is 5 centis körülben jelenik meg a képernyőn, az már művész úr, az már sztár. Nem ezen múlik az életünk, ezek nem sztárok. Ezek, hogy ilyen előtérbe tett léthamisítók. Nekünk egyszerű közembereknek is kellene, akik a saját méltóságuk megvan, akiknek nem szabad hazudni. És akik visszataszítónak találják azt, hogy mindig mindenhol ellentétet keresenek, de ahol valóban rossz valami, ott meg tudnak szólalni. De megszólalás és megszólalás között óriási különbség van. Óriási különbség van a pofastílus között, óriási különbség van a feljelentgetések között, és aközött, hogy valakinek szeretettel, határozottan és komolyan azt mondom, hogy nem, ezt így nem tovább. Tehát valamiféle olyan mérsékletet tanít minket ez az 56-os emlék, amit mindenkinek szívébe kéne fogadni, mert abban nagyon hiszek, hogy nincs kis ember és nincs nagy ember. Ez egy álságos ítélet, abban a mérlegben hiszek, amit úgy fog megítélni mindannyiunkat, hogy mit tettünk egy másik emberért. Én ebben a kegyelemben hiszek, és ezt várom az én nagyon nehezen botlakozó hazámtól is, és mindenkitől, aki nálam okosabb, aki nálam türelmesebb, mert néha engem is elkapám a gép, és akkor sajnálom, hogy nem vagyok elég alázatos. Ezt várom mindenkitől, aki a két keze munkájával tud és akar még valamit csinálni. Amikor 10 évvel ezelőtt az történt, ami történt, engedjék meg, hogy ezt részletesen nem mondjam el. Úgy érzem, hogy ez egy, ami akkor történt, az szégyen volt. Én nagyon szégyeltem magam a forradalomnak a 50. évfordulóján. Írtam is egy nagy poémát, a Krónikás éneke. 1956 és 2006 között megpróbáltam ilyen szavalókorosszer összefoglalni az eseményeket, a képmutatásoknak a történetét, és csak azt tudom mondani, hogy ha van a számon is az ajtamon, ha van ima, akkor az csak az, hogy meg ne ismétlődjön, hogy egy szent ügyet meggyaláznak, ahogy ez megtörtént 10 évvel ezelőtt. Ezért nem úgynevezett ajakimával, nem monoton ceremóniával, hanem legmélyebből kívánom, hogy ne történjen ez meg. Mindenki, hogy mondjam, a maga vérmérséklete meggyőződése szerint, akár gondoljon félre, de nagyon kérem 56-nak a zászlaját ne tapossák be a sárba. Se egyik oldalról, se másik oldalról. Nekem ez az érzetem, és ezért írtam azt abban a poémában, egyszerűen, amikor megemlítem, hogy mi történt itt nálunk, hogy a bárány történetünket beírta már a könyvbe. Pecséttel lezárta, kereszttel jelölte.
törölhetetlen onnan mindörökre. Erre csörög Euró, vagy a lyukas magyaró. Új játszmában ember, magyar, végre te légy a fogó. Soha többet, menjen följebb egy kicsit a lelkünk, szurszurkor, föl a 49-es golyótépe zászlóknak a püstös magasába, 56 lyukas zászlójának a magasába, és kívánjuk tiszta szívből mi itt élő harmadik évezetben nehéz sorsú magyarok, hogy soha többet ezen a lyukas zászlón ne kullasson át semmiféle dermesztő november 4-i szél. Valóban éljen a szabadság vágya, ne éljen az anarchia, éljen a türelem, de ne éljen a bangaság. Találjuk meg azt az arányt, amivel ezt az életet méltó emberhez leérni. Mert úgy élni könnyű, de sírfeliratunkra azt írják, mint nagyon sok sajnos embertársunk sírfeliratára. Ettem, ittam, robotoltam, élveztem, fölfordultam. Csak hogy, drága barátaim, ez egy ökörnek a sír felirata. Minket embernek fölött az Isten, és ahogy Arany Ágos mondta, akinek bizonyos halál évfordulójáról emlékeztünk, hogy embernek lenni mindig, minden körülményben. Ez a legfőbb célunk. Köszönet 56 hőseinek, a hallgató embereknek is, akik cipelték a terhet, és köszönet mindenkinek, aki megérti, hogy vagy olaják fog a föld felett megjelenni, vagy elpusztul az emberiség. Köszönöm. Hatvan év emlékezete címmel nyílt meg a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület kiállítása a Nagy Balogh János kiállítóteremben. A tárlaton megelevenedik 1956 emléke, a mindennapok és a magántörténetek. A 60 év emlékezete című kiállítás az egyik legőszintébb és nem mellesleg az egyik legszínvonalasabb évfordulós kiállítás, melyet az 1956-os forradalom témájában nyitottak. A 25 kiállító művész mind saját emlékeit fogalmazta meg, üvegbe, kerámiába zárva, fámba, fénybe karcolva, olajba, tusba, zománcba mártva. Külön erénye a kiállításnak a műfaji változatosság. Fotók, sorkonzománc, bronz, fa, kerámia, pirogrányi, hímzés, különféle vegyes technikák, sőt szövegek, hangfelvétel is jelzi a téma kifejezéséhez a legkülönfélebb eszközök alkalmasa. A romantika egyik legkiváló festője, Eugène Delacroix szerint a jó művészek munkáját nem az új elképzelések inspirálják, hanem az a meggyőződésük, hogy a már megvalósult elképzelések még nem mondtak eleget. Ezért lehetséges, hogy az emlékezés újat hozzon. Mivel nagyon sokan akkoriban, 56-ban nagyon pici gyermekek voltunk, volt, aki 1-2 éves, volt, aki 6-8-9 éves volt, de még az is gyermek, ezért ezeket a gyermeki emlékeket, inspirációknak a feldolgozására próbáltunk ráfókuszálni, ami tulajdonképpen abból állt, hogy a szüleinknek a hangulata, tehát hogy akkor a szülők azok hogy viselkedtek, mik voltak azok a fajta, tehát egy gyermek hogy éli meg egy ilyen eseménynek a lecsapódását a szülőn keresztül. És ezekben nyilván benne vannak azok a hétköznapok, azok az élmények, a hangélmények, az evés, a látvány, a papa íróasztalán mik vannak, adott esetben akkor egy rendetlenség, vagy nyilván egy félelem, mert le van húzva a redőny, a sötétség megjelenik, vagy megjelenik az emlékkép, hogy valaki elment, és akkor arról beszélünk, vagy nem beszélünk, de ugyanakkor megjelenik a hiánya, vagy megjelennek olyan élmények, gyermeki élmények az egyik képen például, hogy ő akkor úttörő volt, és mint a mit viselt akkor, tehát ez a kötelező fehér ing nyakkendő, ez egy ikonikus viselet volt akkoriban egy gyermek számára. A néző fantáziájának megelevenedését, melyet a művek hívnak elő, némely esetben fotók, illetve írott szöveg segítik. A verbalitás és a képi szöveg erősíti egymást. Vannak printek, nyomatok, vannak olajképek, vannak a különböző grafikai technikák, vegyes technikák, ugye ahol nem tudják az emberek felsorolni, ott
ezt szokták használni, hogy vegyes technika, de vannak itt mögöttünk például, hogy a fa, kerámia van, pirográni, textil, sodronyzománc, ami egy szép középkori technika, tehát tényleg technikai szempontból, és ez nagyon fontos, nagyon sokszínű. Stilárisan is nagyon sokszínű. Ugye említettem a megnyitó beszédben, hogy ami nekem nagyon tetszett, ez az, hogy tud kapcsolódni korábbi, aktuális például illusztrációkat, tehát nem véletlenül említettem ezt a 48-49-es itáliai sorozatot, ami az európai forradalmakhoz készült, és érdekes módon akkor is központi szerepet játszott a magyar forradalom. Mindenkit érdekelt szerte Európában, az volt a leghosszabb, ugye egy szabadságharc volt, az egy olyan dolog volt, amiről mindenki tudott Amerikától, Európa minden országáig. És hogy ehhez kapcsolódik, tehát ugyanazokat a szimbólumokat használja, ugyanazt a grafikai megoldást, ez olyan szép történet, mert úgy mutatja a művészet folyamatosságát. A művek sokszínűségére jellemző a figuratív és non-figuratív munkák váltakozása is. Akad olyan, amely átmenet a kettő között. Feszült, őszinte alkotások. Saját emlékképek felidézésére buzdítják a nézőt. Úgy gondolom, hogy ez nagyon színvonalas és méltóságteljes alkalom arra, hogy a kispestiek átéljék az 56-os eseményeket, és mindenki próbáljon hozzáolvasni, hozzálátni azt, hogy önmaga is feldolgozza ezeket az emlékeket, mert talán nagy tanulság számomra, hogy még mindig nagyon sokan hordozzák magukba az átélt emlékeket úgy, hogy nem nagyon osztották meg, vagy nagyon keveseknek, és ettől való megszabadulás, kinyílás, az biztos mindenki számára nagyon fontos. A városnak mindenféleképpen, mert mi úgy döntöttünk, hogy komolyan vesszük, hogy ezeket a még fellelhető emlékeket, megemlékezést, visszaemlékezéseket rendszeresen gyűjteni fogjuk a továbbiakban, és ezt majd elérhetővé tesszük minden kispesti számára. Az alpolgármester több ünnepi rendezvényen vett részt, találkozott, beszélt szemtanúkkal, a forradalom résztvevőivel. Ezek a visszaemlékezések mindegyikében azért az közös volt, hogy elhitték azt 23-án, hogy itt tényleg lehet változást elérni ebbe az országba is, mert látták azt, hogy mennyien együtt gondolkodnak. Tehát az a hurrá érzés, nem tudom ezt szebben megfogalmazni, amikor összekulcsolták a kezeket, a fotókon ez látható, és itt Kispestről is sokan vonultak be a környező gyárakból, akkor működő üzemekből, és ott volt egyetemista, ott volt munkás, ott volt fiatal és öreg. Tehát, hogy valahogy egy pillanat alatt egyre hangolódtak, és hittek abba, hogy itt eredményt lehet elérni. És ha lehet, hogy ez is egy idealizált elképzelés volt, de ez tényleg egy nagy ajándék az életnek, hogy ezt a pillanatot azok meg tudták élni, mert hogy szükség lett volna a változásra nyilván, hát maga a rendszer kényszerítette ki azt, hogy itt muszáj változni, mert ezt nem képes a társadalom eltűrni. És hát persze túl azon, hogy nyilván elbukott a forradalom, a külső hatalom vérbe folytotta, de azért a hatása maig megvan. A nemzet lelkiismerete erről szól, hogy hogyan emlékezünk még, mi az, ami megmarad bennem, mindenképpen 60 éven keresztül hordozom, és ki tudom-e mondani. Az elmúlt hónapokban körülbelül 1000 kiállítást nyitottak meg az országban, melyek az 1956-os forradalommal foglalkoznak. A Nagy Balogh János kiállítóterem 60 év emlékezete című tárlata jövő év januárjáig látható. Minden szentek és halottak napja alkalmából mindannyian megemlékezünk szeretett halottainkról. Gyertyát, mécses gyújtunk és kilátogatunk a temetőkbe. Az elmúlt években jelentősen megváltoztak a temetési szokások, és változott a halálhoz való viszony. Bár a gyászmunkában még mindig sokan egyedül maradnak annak ellenére, hogy létezik már Kispesten is segítség ebben a helyzetben. Mindazok, akik már átélték közeli hozzátartozójuk elvesztését, tudják, hogy a szavak, melyeket annyiszor hallottak előtte, őszinte részvétem, emléke örökké bennünk él, valóban kifejezik, és pont azt fejezik ki, amit ilyenkor a gyászoló érez. Minden ember fél a haláltól, nem csak a sajátjától, de szeretteiétől is, hiszen velük távozik a mi életünkből is egy darabka.
November 2-án, halottak napján, sokan a temetőben érzik a legközelebb magukat elhunyt hozzátartozójukhoz, annak ellenére, hogy manapság a hamvak szétszórása a leggyakoribb temetési forma. Két alapvető temetéstípust különböztetünk meg, a hagyományos és a hamvasztásos eljárásost. A hagyományos az nyilván a koporsós, a hamvasztásosnak ott több lehetőség van, ott elhelyezhetjük sírba, elhelyezhetjük kriptába, a hamvakat szórhatjuk is természetesen, illetve haza lehet vinni a hamvakat, ezt gyakorlatilag ezeket a lehetőségeket mindenki ismeri. A hamvasztásos temetések Budapesten most olyan 82-83%, és a hagyományos az mindösszesen ilyen 17-18%-ra tehető az össztemetés viszonylatában. És ezen belül a 82%-on belül körülbelül az egyharmada az, amit szórunk. A 80-as évek közepe óta van lehetőség a hamvak szórására Budapesten, és azóta dinamikusan növekszik a számuk. Igaz az, hogy a hamvasztás is végig lehet nézni? Nem. Magát a hamvasztás folyamatát nem is lehet látni, hiszen a kemencében nem lehet belátni, csak egy kémlelő ablaka van. Nem szoktunk üzemi területre beengedni senkit, de meg lehet várni. És a hamvasztás előtti megtekintés az azt jelenti, hogy a mi hamvasztó üzemünk az Csömörön van, hogyha valaki kimegy Csömörre, és ezt kéri, akkor ott elbúcsúszhat kint az elhunytól, amit még emberi formájában láttát hamvasztás előtt, és utána mi onnan elvisszük, elhamvasztjuk, és rögtön a hamvakat át is tudjuk utána adni az ügyfélnek, ha ezt igényli. A hamvak otthoni tárolása a 80-as évek közepétől engedélyezett Magyarországon. A temetőkben vannak külön helyek kialakítva a hamvak tárolásának, és vannak szóróparcellák is. Természetesen mindenek anyagi vonzata van. Nagyságrendileg mivel kell számolni egy temetésnél a családnak? Hát a legegyszerűbb, amikor, illetve fogalmazunk így, a legolcsóbb, amikor hazaviszik az urnát, az olyan 70-80 ezer forint körül van. Nyilván a kellékára befolyásolja, hát van urna néhány ezer forintért is, és több tízezer forintért is lehet urnát vásárolni hozzá, díszurnáról beszélek. Az urnás temetések közül a legolcsóbb az urnafülkébe temetés, az olyan 120-130 ezer forint környékén van, talán picit több. Ugyanennyibe kerül körülbelül 120-150 ezer forint nagyjából a szórásnak az ára. És a koporsós temetésről beszéltünk, az meg 250 forinttól fölfelé. Azért nagyon nehéz meghatározni az árakat, mert rendkívül sok permutációja lehet egy temetésnek. Tehát például egy meglévő sírba történő temetés értelemszerűen olcsóbb, hiszen ott sírhelydíjat nem kell fizetni. Vagy talán néhány év pótdíjat, amennyiben a koporsós temetés esetében a 25 éves porladási időnek meg kell lennie. Nagyon-nagyon sok minden függ a kellékektől, hogy milyen kellékeket választ, hiszen ugye a kellékek azok közül tulajdonképpen az urna kivételével semmi sem kötelező, tehát nem kell urna szemfedőt választania, nem kell semmi, nem kell virág, tehát nem kötelező a virág, vagy például a ravatalozó. Tehát a ravatalozó 40-50 ezer forintba kerül, de nem kötelező. Tehát, hogyha valaki nem kívánja a ravatali terem használatát, akkor természetesen mélyre nem kötelezhetjük és nem is kötelezzük. Mennyi hely maradt még mondjuk a kispesti temetőben, illetve általában a temetőink mennyire zsúfoltak, mennyire vannak telítve? Hát miután ugye a szórások, az urnák hazavitele, akkor a Dunába történő temetés, a repülőgépes szórás, azért ezek mind teret nyertek már, és miután ugye a hamvasztás okán sokkal kisebb területre van szükségünk, az értelemszerűen belátható, hogy egy normál koporsós sírnak a helyére két urna sírt lehet tenni, hogyha csak a területet veszem alapul, ami azt jelenti, hogy a budapesti temetők az elkövetkezendő 100 évben biztos, hogy nem telnek be. Vannak bővítési területek szinte minden temetőnél, pont a kispestinél egyébként nincs, de itt van az öreg temető, ahova lehetne diszponálni, hát elhunytat, ha szükség lenne rá, de nincs rá szükség. A gyász a legnehezebb érzelmi munka egy ember életében. A feldolgozás folyamata addig tart, amíg eljutunk oda, hogy az elveszett hozzátartozóra, barátra, ismerősre újra őszinte mosolyjal az arcunkon tudunk emlékezni. A Forrásházban gyászcsoportterápián a csoport megtartó erejével, beszélgetéssel és manuálterápiával segítik azokat, akik elvesztették hozzátartozójukat és még nem jutottak túl a gyászmunkán, vagyis nem tudnak visszatérni a hétköznapi élet kerékvágásába. Azt vettük észre, hogy nagyon nagy igény van erre, hiszen ezzel nem igen tudnak mit kezdeni az ügyfeleink, nem csak az ügyfeleink, hanem hogy általában az emberek magával a gyász folyamatokkal, a veszteséggel, mert hogy a társadalmunk, a mostani életünk, a modern világ nem igazán segíti azt, hogy ezek folyamat, ez végig tudjon menni, hogy végig tudjon haladni, hogy ezek az érzelmek, a fájdalom, a bánat, a szomorúság felszínre tudjon kerülni, hiszen azzal találkoznak legtöbbször, hogy legyél erős, az élet megy tovább,
a társadalom elvárja, hogy ugyanúgy elvégezze a munkáját, mint előtte. Tehát, hogy valahol elakadnak ezek a folyamatok, és ezek az érzelmek, amikor nem tudnak a felszínre kerülni, akkor még nagyobb bajt tudnak csinálni, mentális problémákat okoznak. Egy sikeres gyászmunka eredménye nem csak a mindennapi életbe való visszatérés, hanem esetleg egy spirituális, egy szellemi növekedés is lehet, mely rámutathat új értékekre, úgy önmagában az egyénben, mint az életében. Ha valaki gyászol, és a közösség, amiben él, megpróbálja vigasztalni, az egy hibás hozzáállás? Inkább kéne hagyni a gyászt feltörni? Igen, sokkal helyesebb, hogyha az érzelmek ki tudnak fejeződni. A vigasztalással nincsen semmi baj, hiszen az is egy odafordulás, egy feléfordulás, és erre nagyon nagy szükség van, és ez az, ami hiányzik, hogy inkább elfordulnak a gyászolótól. Kerülik az ilyen helyzeteket, amikor lehetősége lenne a gyászolónak beszélni a fájdalmáról. Ezt adja meg a közösség, tehát, hogy itt nyugodtan kifejezhetik az érzelmeiket, egy olyan közegben van, ahol támogatást kap a közösségtől, ahol meghallgatják, és hát nyilván, hogy ez a fajta érzés, amiben ők közösek, ez már egy támogatást is ad számukra. Van arra vonatkozó statisztika, hogy többen halnak-e meg Magyarországon budapesti lakosok mondjuk? Egészen 2014-ig volt csökkenő tendencia. 2015-ben valami általam nem ismert ok miatt Budapesten 6%-kal megnőtt a mortalitás. Ez 2016-ban visszakorrigált, tehát most már 2014-hez képest egy olyan kb. 2-2,5%-os csökkenést regisztráltunk eddig. A temetőkben már érezhető a megnövekedett forgalom. Éppen ezért péntektől jövő hét keddig hosszabban reggel 7 órától este 8 óráig lesznek nyitva. Az irodák reggel 8 és 6 óra között egész hétvégén ügyeletet tartanak. A sűrített járatokról a BKK honlapján tájékozódhatnak. Tíz éves fennállását ünnepelte a kispesti gyermekek átmeneti otthona. Az otthonban eddig közel 300 gyermek kapott lehetőséget arra, hogy életének nehéz periódusában biztonságos, szeretetteljes, nyugodt körülmények között élhesse mindennapjait. Az ünnepségen a szociális szakemberek, intézmény és irodavezetők mellett Gajda Péter polgármester, Vincek György és Kertés Csaba alpolgármesterek, valamint Bogó Józsefné, Dódics Gabriella, Varga Attila, Fekete László, Teknős Ferenc önkormányzati képviselők is részt vettek. A 2006-ban nyílt 16 férőhelyes átmeneti otthon olyan kispesti gyermekek mindennapi ellátását biztosítja, akiknek szülei lakhatási, munkahelyi, egészségügyi vagy más magánéleti nehézséggel küzdenek és nem tudnak gyermekükről megfelelő módon gondoskodni. Az intézmény most ünnepelte 10 éves fennállását. Ilyenkor szülőként mi juthat az ember eszébe? Hát nekem az, hogy egyébként is otthont teremteni, az milyen borzasztó nehéz dolog. Még akkor is, hogyha egyébként az otthoni körülmények normálisak. Vagy mindenben olyanok, mint ahogy a filmben elképzeljük. Persze mindannyian tudjuk, hogy ilyen nincs. Mert hogy kisebb-nagyobb gondok és problémák minden családba adódnak. De akik itt dolgoznak, azok azt gondolom, hogy inkább a nagyobb problémákkal találkoznak, és azt is hiszem, szülőként is, meg némileg szakmabéliként is, hogy annál nagyobb felelősség nincs, mint olyan gyerekekkel foglalkozni, akik segítségre szorulnak, és úgy foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, hogy tudjuk, hogy valamikor a közeli jövőben el kell őket engednünk, ki kell őket innen engednünk egy olyan világba, ami esetleg számukra veszélyes, nem megfelelő, nem tudja biztosítani azt a körülményt, amit itt egyébként mi az itt dolgozó szakemberek segítségével meg tudunk adni. A megjelentek közül szinte mindenki itt volt az otthon megnyitásakor is, mert pártól, politikától függetlenül a felelős érző ember szívügye a kiszolgáltatottak és rászorultak segítése. Ahogy Vigné Vince Erzsébet, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum vezetője fogalmazott, az otthonban MSZP-s Mikulást és Fideszes Karácsonyt szoktak tartani. 2003-ban talán akkor volt először felmerült az ötlet, hogy akkor már a törvények, a jogszabályok is abban az irányban mutattak, hogy egy kötelező alapellátást kell egy ekkora nagyvárosnak nyújtania. Tehát volt egy olyan kényszer, és akkoriban úgy működött, ha jól emlékszem, majd Erzsi kijavít, hogy
hogy az állami szervek pályázatokkal ösztökölték arra önkormányzatokat, hogy kezdjenek előkészítésbe vele. És mi a legelsők között voltunk, akik hát erre reagáltunk. Annak idején pályázati hozzájárulást is kaptunk az akkori munkahelyi és szociális minisztériumtól, akkor a miniszter Kis Péter is itt volt a megnyitón. Elődöm Steinernél dr. Török Katalin, illetve Vincek György alpolgármester volt, akik kezdeményezték ennek az intézménynek a létrejöttét, mert hogy törvényileg is kötelező az olyan gyermekek ellátása, akik átmenetileg szorulnak segítségre, és azt bizonyította az elmúlt 10 év, hogy sajnos sokan vannak olyanok Kispesten is, akik valamilyen oknál fogva a családi betegség, a család szétesése miatt, vagy valamilyen egyéb ügyből kifolyólag, de átmenetileg otthontalanná válnak, vagy valamilyen más segítségre szólnak. Nos, ők azok, akik itt a kispesti gyermekek átmeneti otthonában tulajdonképpen rövid időre új otthonra lelhetnek. A Táncsics utcai épületkomplexum teljes átalakítása 220 millió forintba került. A beruházás 80%-ban önkormányzati forrásból valósult meg, jelenleg 7 gyermekfelügyelővel működik az otthon. A gyermekek 12 hónapig, kivételes esetben 18 hónapig tartózkodhatnak az otthonban. Mi az igazi nehézség itt a hétköznapokban? Hát az, hogy a családból kiszabadulva egy más gyermeket gondozni, a legnagyobb nehézség benne. És azt a ritmus felvenni, amit hozzá van szokva. Próbáljuk az ő ritmusát, a miénkhez igazítani. Tehát kap a családból egy valamilyen impulzus, azt próbáljuk mi valahogyan finomítani. Finomítani másképpen, terelni a jó irányába. És hogy szokták ezt a nehézséget áthidalni? Tehát mik a bevált módszerek? Ilyen egyedi módszer nincs, ami ez minden esetben más. Minden gyerekhez másképp elnyúlni. Van, akit meg kell simogatni, van, akivel el kell jönni tanulni, van, akivel el kell menni focizni, van, akivel el kell menni hintázni, tehát minden gyereknek más. Nagyon nehéz volt ezt a, hogy mondjam, úgymond az intézményt beindítani, tehát, hogy úgy elinduljunk úgy afelé, hogy a gyerekeket ugye neveljük, jó irányba tereljük, de igazából ami kedvenc történetem az az első kislányunk, aki Barna Barbinak hívják, és ő az, aki most már dajkaként dolgozik itt a kerületben. Tehát ahogy bekerült ide hozzánk, elég érdekes körülmények között, és aztán utána pedig nagyon sokat tanult tőlünk, meg mi is tőle. Milyen körülmények közül jönnek a gyerekek? Milyen problémával jönnek ide például? A munkahely elvesztése, ez a devizahitelek, tehát hogy ugye nem tudják a családok fizetni, akkor albérletre kényszerülnek, az albérletet sem tudják fenntartani, munkákat elveszítenek, tehát sok ember munkanélkülivé válik, és akkor a gyerekek ugye ott vannak, és ugye általában a szülő a helyét meg tudja valahogy oldani, de a gyermeknek sokkal nehezebb helyet találni egy másik, tehát úgy csak hirtelen egy lakásban, tehát úgy egy családnál, hanem akkor bekerül ide hozzánk, segítséget nyújtunk, és akkor ugye azon igyekszünk, hogy minél hamarabb vissza is kerüljön. A legnagyobb élmény az volt, amikor mentünk táborozni a Balatonot. Volt olyan kislány, aki leült a Balaton partjára, és azt mondja, jaj, de jó, eljöhettem egyszer a Balatonhoz. Hát anyával is tudunk eljönni. És hát nagy élmény volt nekünk. Az otthonban gondozott gyermekek számára biztosított a teljes körű ellátás, amellett, hogy a szülő tartási kötelezettsége és szülői felügyeleti joga megmarad. A mindennapokról Tótné Szebenyi Szilvia, az otthon vezetője mesélt. Az első 2 év az nekünk is tanulóidő volt, tehát azzal telt, hogy kialakítsuk ugye a szervezeti hátterünket, a pedagógiai alapjainkat, hát ez eltartott 2008-ig, mire kialakítottuk azt a jól működő rendszert, ami jelenleg is van, mert hát nagyon sok csapdába beleestünk, volt egy elképzelésünk szakmailag, és akkor jött az élet, és szembesültünk vele, hogy hát nem a saját gyerekeinket kell nevelni, hanem másét, és a jelen társadalmi helyzetben azok a kicsit szigorú szabályok, amiket mi kitaláltunk, nem feltétlen állják meg a helyüket. Ez 2008-ra kialakult, azóta ezek szerint működünk. Ahogy elmondta a polgármester úr is, több mint 300 gyermek volt az intézményben, úgy, hogy ugye ezek közül voltak, akik többször vették igénybe a szolgáltatást, és így jön ki ez a szám, mert pontosan 280 gyerek, tehát ebből lehet kalkulálni, volt itt mondjuk 5-6, aki mondjuk vagy duplázott, vagy triplázott, ugye már itt az évek folyamán.
Itt teljes körű ellátást kapnak a gyerekek, ezt aki gyerekvédelemben dolgozik, tudja, hogy ez napi ötszöri étkezés, ugye mi biztosítjuk a ruházatok tisztázását, javítását, pótlását, tanszereket, hogyha szükség van rá, felkészülést ugye a másnapi feladatokra, pszichológus szolgáltatást a gyerekjóléti szolgáltatáson keresztül, korrepetálási lehetőséget, és heten megpróbáljuk jelenleg ellátni, amit egyébként a két szülőnek kellene. Az otthon sokba kerül. Az önkormányzat és az állam támogatása mellett más segítségre is szükségük van. Szebenyi Szilvia megemlítette a három legnagyobb támogatót. Dr. György István fővárosi kormány megbízottat, a Tündérfátyol Alapítványt és a Csokonai Optikát. De rajtuk kívül az intézmény sok magánszemély, a Vöröskereszt, illetve a képviselőtestület, Fidesz és MSZP frakciója is támogatja tárgyi adományokkal. Bűnmegelőzési előadást tartott a rendőrség a VKK-ban a mostanában aktuális nyomozásokban leszűrt tapasztalataik alapján. Az előadáson bemutatták az országszerte előforduló új elkövetési módokat, amelyek a legtöbb áldozatot szedik. Szó esett a trükkös lopásokról, trükkös csalásokról, időseket és fiatalokat egyaránt érintő biztonsági problémákról, valamint lehetett hallani egyszerű, olcsó, de hatékony eszközökről a bűncselekmények megelőzése érdekében. Az úgynevezett trükkös csalások, lopások a médiának köszönhetően már ismertek az emberek körében. Arról már többször beszámoltunk, hogy létezik az úgynevezett unokás telefonálós módszer. Ilyen esetben az idősebb embereket otthonukban vonalas telefonon felhívják este vagy az éjszakai órákban. Rokonnak adják ki magukat, aki balesetet okozott. Majd azonnali pénzsegélyt kérnek. Az idős személy sokszor nem is gondolja végig a történteket, hanem rögtön készpénz és aranyékszert ad át a telefonáló bűntársának, aki sokszor már a ház előtt várja. Szerencsére ez a módszer a médiának is köszönhetően visszaszorulóban van, és már kevés a tényleges pénzátadás. Azonban az elkövetők mindig kitalálnak egy újabb technikát, most ilyen az ATM automatás csalás. Ami néhány hónapja divat Budapesten és országszerte, az, hogy vaktába felhívnak egy mobiltelefonszámot, vagy a Szerencsejáték ZRT, vagy valamelyik nagyobb cég munkatársának adják ki magukat, ön nyert utazást, autót, nagyobb összegű készpénzt, de ahhoz, hogy ezt megkapja, menjen el egy ATM automatához, és ott különféle műveleteket hajtson végre, amit mi majd mondunk. Néhányan ennek itt a kerületben beugrottak, oda mentek az ATM automatához, és 6 darab mobilszámot, feltöltős egyenleget ugye feltöltötték, és hát ezzel komoly kárt szenvedtek, és természetesen nem is nyertek semmit. Ezzel kapcsolatban arra kell felhívni a figyelmet, hogyha valaki nem pályázott valahol, akkor biztos, hogy nem is fog nyerni, illetve hogyha valahol nyert, akkor meg ahhoz nem kell fizetni, hogy a nyereményét átvegye. Ezen bűncselekmények ellen leginkább úgy lehet védekezni, ha elegendő információ áll a rendelkezésünkre, és már egy telefonhívásnál tudjuk, hogy átverés áldozatai lettünk. Sajnos az elkövetők állandóan új módszereket találnak ki, azonban egy-két irányelvet követve ezek megakadályozhatóak. De ha én felsorolok 100 módszert, akkor a bűnözők kitalálnak még 10-et, ha én azt is felsorolom önöknek, akkor ők kitalálnak még 50-et. Tehát alapvetően nem az a bűnmegelőzésnek és ezeknek a tájékoztatásoknak a célja, hogy mi most egyenként felsoroljuk ezeket a módszereket, mert az nem vezet sehova. De vannak olyan fő szempontok, amiket érdemes megjegyezni. Ilyenek például, ha csörög a telefonon, és valaki beleszól, az közel sem biztos, hogy az, akinek mondja magát. Ez az unokás trükkös, balesetes telefonos történet, mindjárt részletesebben beszélünk róla. 2. Becsönget hozzám valaki a saját lakásomba, és azt mondja, hogy ő XY innen-onnan jött, itt az igazolványom, körülbelül ennyit látnak önök is az igazolványból, mint ebből a valamiből, amit most felmutattam, mert nem véletlenül mutatja föl én gyorsan. És 36 féle trükköt talál ki, meg történetet, meg legendát, meg okot, egy a lényeg, bejusson a lakásába. Tehát ön beengedje a saját lakásába az elkövetőt.
Bár a kerületben kevés a lakásbetörés, azonban mégis fontos védekezni ezen bűncselekmények ellen is. Erre is mutattak be eszközöket az előadáson, és az érdeklődők megtudhatták, mi is az a személyi riasztó. Itt a bűnmegelőzési előadás kapcsán több olyan eszközt tudunk mutatni az érdeklődőknek, amelyek hasznosak lehetnek. A Budapesti Rendőrfőkapitányság is tud ilyen eszközöket mutatni, illetve akár interneten, akár biztonságtechnikai boltokban több árfekvésű eszközt, hát attól függ, hogy ki mennyire gondolja komolyan a lakásának a védelmét, nyilván attól függően, anyagi helyzetétől függően választhat ezen eszközök közül. És ezek még pontosan, ezek ilyen riasztók, vagy mi a különlegességük? Hát igen, tehát van, amelyik az ajtónyitást akadályozza meg, van, amelyik egy mozgásérzékelős lámpa, vagy mondjuk tényleg személyriasztó, amikor az idős ember jön haza a piacon nagy cekkerekkel, és megpróbálja kitépni a táskáját, vagy a nyakláncát, akkor ezt a kezében van, a csuklójára van akasztva, csak kihúzza, és elkezd visítani a riasztó, és hogyha már feltűnést keltett a nyílt utcán, akkor az elkövető kereket old. Tehát ilyen apróságokról van szó. Az ingatlan és az ingóságok védelmében az a legfontosabb, hogy senki idegent ne engedjünk be a lakásunkba. Vagy mielőtt beengedjük, győződjünk meg róla, hogy valóban az az illető, akinek mondja magát. Kérjük el az igazolványát, vagy telefonáljunk be ahhoz a szervez, ahonnan érkezett. Egy rendőri igazolványról is könnyen megállapítható, hogy valódi vagy sem. Egy kártyás igazolvány, egy jelvénnyel. Ez az igazi. Mitől igazi? A számoktól. 23-229. Ez hamis? Mitől hamis? Polisz felirat van rajta. Ilyet lehet a trafikból lenni 350 forintért. Bármilyen hihetetlen. Nyilván nem jelöljük rendőrök. Ez a különbség. Szám és polisz felirat. Aki ilyet mutat, azt nem szabad beengedni. Már beengednének, hogyha csak ezt megmutatom? Mi kell még hozzá? Tehát mindig el kell kérni, mert a rendőr is elhagyhatja, hogy ellophatják tőle is az igazolványt. Mindig kell a mögötte lévő képet megnézni, hogy valóban ő. Az ünnepek közelette mindig sok lehetőséget kínál a bűnelkövetőknek. A halottak napja vagy a karácsony is sok veszélyt rejt ilyen szempontból. Temetők környékén, ugye, hogyha a gépjárművekben ott hagyják az utastérben látványosan az értékeket, akkor a gépjármű feltörést az vonza. Tehát nem szabad ott hagyni, maximum a csomag, zárt csomagtérben. Aztán a temetőben például a táskát, a kézi táskát nem szabad ott hagyni a sírnál, csak oda megyek a vízért, csak a szemetesig megyek, nem szabad ott hagyni, mert jó esély van rá, hogy kilopják belőle a pénztárcát. Aztán ugye közelednek az évvégi ünnepek, a bevásárlások, itt is nagyon sok jó tanáccsal tudunk szolgálni ezzel kapcsolatban, ki mennyi pénzt vigyen magával. Nem biztos, hogy az egész havi nyugdíját érdemes elvinni egy ilyen bevásárlásra, amikor tudja, hogy csak 5-10 ezer forintért akar az unokának ajándékot vásárolni, hova tegye a pénzét, a bankkártyájára ne írja rá a kódot, mert ha elveszíti, ellopják tőle, akkor megkönnyíti az elkövetőnek a dolgát a pénzfelvétellel kapcsolatban. Tehát nagyon sok olyan apró kis nyuansz van, amit érdemes elmondani, és évről évre ezt visszatérően el is mondjuk. Az ilyen előadások azért is fontosak, hogy az információk eljussanak az itt élőkhöz, és ezáltal kevesebben váljanak sértetté, kevesebb bűncselekmény történjen, és az újfajta módszerek szinte csak kísérleti fázisban maradjanak, ne terjedjenek el. A testmozgás időskori fontossága és lehetőségei, különös tekintettel az idősök által is gyakorolható táncprogramokra. Ez volt a téma a Kispesti Senior Akadémia idei második fél évének második előadásán. Novák Mária, a Zsigmond Király Főiskola andragógia mesterszakos hallgatója, az esemény előadója több tabut is igyekezett ledönteni az időskori testmozgással kapcsolatban.
Mozgás, fizikai aktivitás és a tánc szerepe az aktív idősödés folyamatában. Ez volt a téma a Kispesti Senior Akadémia 2016-os őszi félévének második előadásán. Az alkalom különleges volt abból a szempontból, hogy ezúttal nem a Zsigmond Király Főiskola egyik oktatója volt az előadó, ugyanis Novák Mária az intézmény andragógia mesterszakos végzős hallgatója. Ennek ellenére komoly tapasztalatai vannak a témában. Táncedző, mozgásfejlesztő, senior tánckurzusok szervezője és zumba oktató is. Szakterülete az időskori mozgásfejlesztés. A testmozgás elengedhetetlen az egészség megőrzéséhez. Azonban, ha az idősekről van szó, ezzel kapcsolatban számos tévhittel és tabuval kell megbirkózni ahhoz, hogy valaki nyugdíjas korában is aktív életet éljen. Van mit fejlesztenünk, de nagyon sok pozitív példa van már előttünk, illetve én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan tévhitet kell lebontanunk magunkban és a társadalomban is, ami a fizikai aktivitás és az életkor összefüggésében nyilvánul meg. Ezért nagyon fontos felhívni arra a figyelmet, hogy minden életkorban megvannak a sajátosságok, amiknek megfelelően kialakíthatók azok a speciális mozgásprogramok, többek között a tánc is, amelynek segítségével egészséget megőrizhetünk, fejleszthetünk, egy jobb egészségügyi állapotra tehetünk szert, és egy jobb testi-lelki harmóniát alakíthatunk ki. Az időskori mozgás minden ember számára fontos, de egyénenként változóak az igények és a lehetőségek. Vannak azonban általános, mindenki által űzhető mozgásformák is, ilyen például a tánc is. Meddig sportoljuk, nem hallva a testmozgást, nem merülhet fel a kérdés, amire a válasz csupán annyi nemes egyszerűséggel, hogy minden életkornak ugye megvannak a maga sajátosságai, amiket részletesen meg is fogunk nézni. És ha ezeket az életkori sajátosságokat figyelembe veszünk, akkor kialakítható egy megfelelő mozgásprogram, amiben ugye elérhetjük a testi-lelki harmóniát, és egy élhető életmódnak a részét képezhetik. A senior aktivitás fogalma manapság kezdett el bekerülni a köztudatba, ebben hasonlít az idős oktatáshoz. Ahogy az idős oktatásnak is ugye már ismerjük, hogy milyen tévhitek és gátak vannak, ugyanez jelentkezik az idősek mozgásprogramjában is, de már egyre több lehetőséget, programot látunk arra, hogy hogyan lehet az idősebb korosztálynak is a fizikai aktivitását fejleszteni. Szóval kezd egyre inkább köztudatba kerülni például az is, hogy tánccal hogyan küzdhetünk például az Alzheimer-kór ellen. A senior tánc tanfolyamokhoz bárki csatlakozhat, akár előképzettség vagy partner nélkül is. Tulajdonképpen egyéni konzultáció szükséges ahhoz, hogy mindenkinek megállapítsuk, hogy mi az ő helyzete, és ahhoz neki mi lenne a megfelelő mozgásprogram. De bárki csatlakozhat akár egy senior tánc tanfolyamra, ami tulajdonképpen egy örömtánc. Ugye nem szükséges partner, nem szükséges előzetes tánctudás, a ritmusérzék, a mozgáskészség fejleszthető, szóval semmilyen olyan előzetes tudás nem szükséges hozzá, mint néhány másik mozgásprogramhoz. Ahhoz, hogy valaki idősebb korában is megőrizze a mozgásgazdag életmódot, szükséges egy elhatározás, belső motiváció is. Itt a család szerepe is fontos, ahogy az is, hogy mindenki tisztában legyen azzal, csak így őrizhető meg hosszú távon az egészsége. Ez nagyon összetett, hiszen ugye először is mindenkinek saját magában kell a gátakat ledönteni, illetve az lenne, hogy egy belső motiváció lenne, de ugye ezt nyilván megelőzi egy külső motiváció, amiben nagyon nagy szerepe van a családnak, a társadalomnak, és annak a képnek, amit akár a médiából, akár a közéletből kaphatunk. És ez is a célja ennek az előadásnak, hogy kicsit fölkeltsük az érdeklődést, illetve egy motivációt kialakítsunk az itt résztvevőkben. Az aktivitás és az egészség tehát egymásra ható, összefüggő tényezők. Az egészség megőrzésének van azonban egy másik fontos feltétele is, ez pedig a helyes táplálkozás. A megőrzés kulcsa, a helyes táplálkozás és a mozgásgazdag életmód. Nos, akkor milyen életkori sajátosságokról kell beszélnünk? Hiszen az időskorban nem tudja a lemondásról szólni, ahogy ezt már az elején is megbeszéltük. És a hazai felmérések szerint pedig azok az emberek, akik mozgásban gazdag életet élnek, kevesebb pszichoszomatikus betegségtől szenvednek, ellenáll a védekezőrendszerük és testileg lelkileg is kiegyensúlyozottabbak. A Senior Akadémia egészen december elejéig keddenként várja az érdeklődőket a Kispesti Városházán. Az előadásokról, programokról mindenki bővebb információhoz juthat a kispest.hu weboldalon.
Műsorunk végén néhány kerületi programot szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. Folytatódik a Gépész Filmklub a KMU Művelődési Házban. November 4-én 18 órától Szomjas György Falfúró című filmjét lehet megtekinteni. A vetítés vendége maga a filmrendező lesz. A filmklub sorozatában olyan filmeket mutatnak be a filmtörténet alkotásaiból, amelyekben kétkezi munkásuk a hősök vagy az antihősök. Ugyanitt november 6-án tartják meg az 5. Baba Art művészeti napokat és szakmai konferenciát. A rendezvényen szakmai és családi programok egyaránt várják az érdeklődőket. A szakmai konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Művelődési Ház honlapján lehet. Olasz napot rendeznek november 5-én szombaton 14 órától a Vekerlei Művelődési Házban. A rendezvényen arra keresik a választ, hogy vajon miért szeretjük annyira Olaszországot. Az ideérkezők ízelítőt kaphatnak az olasz filmek, ételek, divat és zenevilágából. November 5-én családi szombatot rendeznek a Kispesti Üllői úti könyvtárban. Délelőtt Csernik Szende lábbábos előadására várják a gyerekeket, majd délután Tóth Gábor állatbemutatója következik. A humoros, ismeretterjesztő, élő állatokat bemutató előadás során a városi életközösségeket alkotó fajok sokszínű világába pillanthatnak be az érdeklődők. Új hírekkel, új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk, ugyanitt, ugyanekkor. Ha programot vagy egy-egy kerületi eseményt szeretnének a figyelmünkbe ajánlani, hívjanak minket, vagy írjanak. És ha lemaradtak volna valamelyik riportunkról, akkor az interneten megnézhetik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!